your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. 6 óra után 14 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek, jó reggelt! Hello Jani, hello Feri! Hello! Hallgatok! Hát szomorkás az idő, nem vagyok picit elégedett ezzel az idei nyáron. Nem? Hát nem, hát nem ez most már... Nem ezt beszéltétek meg a jó Istennel? Hiába. Nem ezt beszéltük meg, gyerekek, én értem, hogy nyár van, meg júliusig, de ez sem már ki a nap. Szóval persze, van ez a utca 9 fok, de hát azért így valami lehetne. Hát azért... Még elég az, hogy októberbe bejönni ilyen sötétbe majd. Csak mondom, de hát júliusban ne jöjjünk holnap után. Ott nálak? Igen, igen, én is tegnap megnéztem, vihar fellegek gyülekeztek, de Velencét megint elkerült, egy körbe csapkodott bennünket, nagyon vicces volt, de után volt egy szélföldtámadás. Aztán nem lett belőle semmi. Egy perc alatt esett 10 fokot a hőmérséklet, így nem hittem el, itt voltunk a srácokkal. 30 fok, ilyen szél, 20. Ez volt egy fél óráig, és aztán végre jó áztató eső, és visszament 30-ra, de a nap már nem sütött. Igen. És állítólag még ma is ez lesz, de aztán csütörtökön vasárnap ilyen 30 fokok. Nálunk is ez volt, hogy beborult, a gyerek ment volna ki a térre a kis barátnőjével, Tamival, Pikachu-ra vadászni. Vitt magával ernyőt is, mert rettenetesen beborult, mondta, hogy őt nem fogja megállítani egy kisebb szélvihara, és nem fogja megakadályozni a bajnászt, hogy üssön egy pár izét, igen, egy pár itt tudom micsodát, izét, zubatot, golbatot és Pikachut, de aztán mégis hazajött, és hát az esőből meg nem lett semmi. Tehát, hogy ilyen nagyon fura időjárás. Én is gondoltam, délután kifekszem egy kicsit napozni, 3-4 percet. Hogy tetszik mondani? Összesen mindent testrészemre lemond. Vigyázzál, a végén még egy picit barna leszel a végén. Még a végén megfog. Még a végén egy kicsit lesz egy kis színed azért így a nyár vége felé lassan. Úgyhogy ez jó veszélyes. Pontosan azért veszélyes, nem? Mert kifekszik, megfogja a nap, kicsit barnább lesz, kicsit kipihentebbnek tűnik. Óvatosan azért a napozásra. Nehogy túlzásba, hogy nem vagy, nincs a te bőröd ahhoz hozzászokva. De a hétvégére már azt mondják, hogy olyan viszonylag. Hétvégén a legesleg fontosabb. Benti programok ilyenkor ennyit tudsz tenni. Én is bevezényeltem a gyerekeket. Rákerestünk a Toy Story nevezetű, hát általam imádott rajzfilmre, tényleg szeretem, ugye, ahogy szoktam voltani, Buzz meg Woody-nak, tehát Buzz és Woody-nak a közös kalandjai. Beírod a számítógépbe, most, hogy már van nálunk széles sáv, most mondom, már megnézzük, nem kell CD-ről nézni, vagy miről, videóról a dolgot. És ki egy mobil WC-s cégnek, ahol nem. Következőt tapasztalod, beírod a keresőbe, kidob egy csomó oldalt, ahol meg lehet nézni, és rákattintasz egy olyanra, amely oldalnak a címében az szerepel, hogy mese. Nem mondom az egészet, mese akár micsoda. Rákattintasz, kiugdik a kis ablak, és körbe az a rajzfilm ablakának körében hancúrozó nénik és bácsik, de ezt most nagyon szofisztikáltan mondom. Van ez így. Tehát több, de nem lehet így, Jani. Hát rávetettem magam a gépre, mert ott ült 5 gyerek így, hogy nézzük meg a izét, a Toy Story-t. Érted? És kijön maga a film, amire ha rákatintasz, akkor ugye beugrik nagyba az ablak. És közben gyakorlatilag, hát amit el tudsz képzelni a műfajban. Nem, az egy másik alkalmat, ez a másik. Nem, így van. Tehát, hogy egy ilyen mesegyűjtemény. Van egy csomó mese van rajta, és, ilyen, és ugye ő eladja a reklámfelületet. Igen. Valószínűleg ő nem is tudja, hát hogy rávetetted kinek magad a gépre, a gyerekeket elhajtott, és mondtad, hogy jó, a szabad szórakozás! Te kifelé apu szórakozik! Hogy ezt hogyan? Tehát, hogy erre és nincs valami. Pornó? Tehát rendes pornó? Nagyon kemény. De nagyon az kemény, jó. Tehát a több bácsi, több néni, két néni plusz az ő barátai. Istenem, hát milyen jó lehet ott a barátnak. Ami tök jó, tehát hogy ez szeret, nincs baj a műfajjal, de hogy erre nincs egy jogi... Mondj valamit, most mondj valami rosszat. Igen. Hogy erre nincs egy jogi szabályozás, hogy mondjuk mese környezetben nem helyezhetsz el. Na. Ez ura, nem szoktak oda tenni. Igen. Vagy megjelölik, vagy szólnak, vagy, vagy... Hát legalább egy felugró ablak, hogy mielőtt az ön a 6 éves kiskorú gyerekét... Elmúlt-e? Persze, hogy elmúlt. Hát én is azt mondom mindig, vagy meg a gyerek is nyilván lassan. Senki nem nyomta még meg azt, hogy még nem múltam. Nincs olyan ember a Földön. De ugye erre tényleg nincs valami, aki hát azt mondja. És akkor ha teszek föl ilyen szex szűrő programot, vagy felnőtt tartalom szűrő programot, akkor az megfogja. De akkor viszont nem tudok majd mesét nézni soha többet, már nem én, hanem a gyerek.
Ez melyik oldal, mondjuk már ki, ne szívassatok, már ki lehet mondani, YouTube, mi a neve? Nem, van? Ez egy, az a neve, hogy Meselandia. Ja, Meselandia. És akkor ott ugye... És ott le tudsz tölteni meséket. Így van, egy csomó mese felugrik, régi magyar mesék, nagy mesék, de nem az, érted? Nem, igen. Meselandia. Igen. Tedd oda, ahova nem való. Igen. Ez kemény, ez kemény. És ez ugrott föl. Hát szóval mondom, hol tartná a világ, hogy egy csak ilyet... Csak kicsik elkaptak belőle valamit, vagy nagy kerek szemekkel néztek egy ideig, vagy rávetettem? Szerencsére nem, mert ugye ők már tudják, hogy ha így ezt beírod, még addig van 2 perc, míg apu eltalál. Igen. Odáig, hogy abból mese legyen legalább. Telepíts rá valamilyen ilyen szűrőt, és gyerekszűrőt. Na, akkor nem enged oda be, vagy csak azokat? Nem, hát akkor csak azokat kiszűri szerintem, ami olyan tartalom, hogy azt megismeri. Így van. Megismeri. És hogy gyerekek jegyezzék meg, mert nagyon ugye nekik azért tényleg még olyan kis hagyjuk, mint a szivacs, tehát egy pillanat alatt beszippantják az összes olyan. Tudod. Az összes olyan honlap címet, amire érdemes fölmenni, úgymond, és akkor nem lesz lehet hozzá, egyszerűen anya kérdezi, hogy jó volt ez az oldal, amit a múltkor nézte, és mondtuk, hogy Analandia. Anya. Úgy volt eredetileg, hogy Anyalandia. Biztos, hogy ezt néztetek? Persze. Apának nagyon tetszett. Ki is küldött bennünket. Nem, hát kellemetlen. De az ilyen mindenféle szűrőprogramokkal azért ezt el lehet. Azt meg lehet szűrni. Azt meg lehet szűrni. Na itt írják is, hogy mit kell rá telepíteni. Köszönöm szépen. Van ez adblocker, meg flashblocker, meg magblocker, meg mugblocker, meg muflocker, meg mugblocker. Azt nem akarom föltelepíteni, mert én is használom külön a gépet. Mugblocker, ne tegyél föl, akkor nem látsz utána. Nem látsz utána semmit, vagy marad a telefon. Mert azon nincs. Jól van, egyébként mindenkinek minden oké, minden rendben. Bennem még egy picit élnek ezek a szabadságos, reméljük majd újra fel fogjuk majd ezt előrejteni, ezt az élményt, még friss, hogy ilyen szabadságos ilyen hozzáállás, tehát még esténként azért odaülök egy kicsit sorozatokat nézegetni, ami miatt belecsúszok egy picit a késői lefekvésbe. Persze van egy nagyon jó kis sci-fi sorozat, az Expanse. És elkezdtem nézni, tudom. És teljesen, akkor egy picit az eleje olyan összetett, tehát mire összeáll a kép az ember, hogy igen, de nagyon igényesen van megcsinálva. Igen, ilyen övezet, vagy kb. Hát jelent így a szabad fordításban, hogy így arról szól, hogy a világ 3 különböző részre szakad, a Marsra, az Övre és a Földre, és hát van egy kis feszültség a 3 társaság között, és akkor, hogy lesz háború, nem lesz háború, kb. Ezt boncolgatja, még csak a felénél tartok, de nagyon igényesen meg van csinálva. Se zombik, se porno. Hol van a világ? Hát még a felénél tartok, ja, Feri, hát az élmény. Bármi bejöhet, mi? Adjunk neki még egy kis időt, azért ebből még bármi. Ebből még bármi. Az a 9. résznél már kibékülnek. Én is elkezdtem nézni. Igényesen van megcsinálva. Jó, egyébként tényleg jó. Most elkezdtem ezt az O.J. Simpsont. Ez jó ez a sztori, csak magyar szinkronnal van, úgyhogy majd át kell konvertálni, illetve tönkrement a pendrive-om egy föltözvágás után, úgyhogy... De nem játszott le valamit is? Nem, egyáltalán minden tönkrement, és minden, ami rajta volt. Egy mozgó alkatrész. Valóban nem tudom, egy ilyen, nem is tudom, nem pendrive ez, hanem egy ilyen, mi ez a külső meghajtó. Aha, egy terás ráadásul. Vérzik a szívem. 2. 2 terás. Aha. Nekem meg vérezni a zsebem. Ő mondja, hogy 2 terás. Ez 2 terás volt? Aha. A szívem szakad meg, komolyan. És tele volt legalább olyan? Mindenem rajta volt. Az a menő. Az összes fénykép. Nem, fénykép, azt hiszem nem, sorozatok voltak nagyon sok. De még egy O.J. Simpson meg tudtam nézni. És hát elkezdtem végre valahára. De miért vágtad földhöz? Magánügy. Nem tudom ezt most elmondani. Tehát nem a külső vincsi volt a hibás. Nem a külső vincsi volt a hibás, ő ártatlanul ült bedugva a tévébe, egyszer csak egy kéz odakapott és csúnyán földhöz vágtak, ami nem lett volna baj, de azóta ilyen pítyekő hangot ad ki, nagyon sír, amikor bedugom a tévébe, és semmiféle fájt nem hajlandó lejátszani. Úgyhogy 4000 filmem, 6000 sorozatom, és mindenem oda lett. Totó koncertek meg, szóval, hogy így kicsit ki is vagyok ettől. Úgyhogy, na mire, az O.J. Simpson, na, ez az American Crime Story, azt hiszem az a címe, ez nagyon-nagyon jó. A Cuba Gooding is jó benne? A Cuba Gooding is jó benne, és a John Travolta is jó benne. Aha. A leggonoszabb arcot játszott. És hát nagyon kemény, hogy mindenki tudta, hogy ő ölte meg, és nem tudták leültetni. Szóval, hogy már az első két részből kiderül, hogy az ügyész, az államügyész, O.J. Simpson, az ügyvéd, mindenki tudja, hogy ő megölte a feleségét és a barátját, és felmentik. Hát és majd ugye megmutatja, hogy mentik fel. Hát... Ugye, hát és már a feketék mondják, hogy nem követett ez semmit, csak rasszista a bíró, meg rasszista az ügyész, meg rasszista az esküdtszék, meg mindenki. És aztán egy csomó hibát elkövetnek, mégis hogy nem tudják leültetni. És az első két részben már szinte ő is elmondja, hogy igen, én voltam. Mert tényleg, hát tudjuk, hogy ő volt, azóta ez be is vallotta.
És basszus, nem tudják leültetni. Magyar közéletben is lehetne példát mondani. Magyar közéletben is lehetne nagyon sok példát mondani. És közben nagyon történelmű, mert ugyanúgy a fehér bronkóval menekül az autópályán, ugyanúgy üldözik a rendőrök, tehát nagyon-nagyon-nagyon történelmhűen csinálták meg, ugyanúgy, ahogy az ugye a gyilkosság meg utána a nyomozás történt. Valós történet alapján. Jó ezek. Szóval nagyon klassz, tényleg jó. Csak a magyar szinkron az valami peretra rossz. Van az A kategóriájú szinkron, észrevettétek? És vannak a kisebb, olcsóbb sorozatoknál a B kategóriájú szinkron, amikor fél rossz hangú emberek szinkronizálnak. És egy ember négy karakter. Egy ember négy karakter, és az egész hangba. Nagyon rossz és hallgathatatlan. Na ez olyan. Úgyhogy meg megszerezzük feliratosba. De tényleg jó. Hol lehet ilyen külső vinyót venni? Mennyibe kerül? Külső vinyóból. 10 óráig küldjön valaki egyet. Hol lehet venni, de küldjetek. Van nála pénz, megveszem, küldjetek. Egy terás elég, csak valaki küldjön. Nagyon adjatok, vegyem, megveszem. Nagyon praktikus, és csak így, ahogy hívják, az eltűnők is szösszenetek, információk, sorozatok, dokumentumok témához. Annyit, hogy tegnap pont volt egy ilyen kis felújítás otthon, egy kis hérfrissítés, ahogy mondani szokták, elvittük az asztali gépet is, meg a laptopot is, hogy megcsinálhassunk ezt. Azt is, hogy mindig meg szoktam beszélni. Én a sráccal, akivel évek óta együtt barkácsunk, de inkább barkácsolja, meg végighallgat, meg próbálok okosabbá válni, de nem sikerül. Na mindegy, lényeg, hogy elmagyarázom ilyenkor mindig neki, hogy mi az, ami marad, és mi az, ami nem. Most elfelejtettem mondani, hogy az asztalra, és mondtam, mert mondtam neki, hogy a D meghajtó, hogy különböző partíciók vannak, és akkor a D meghajtó az marad, és akkor minden más megtöröl. És akkor biztos, hogy nem kell? Nem kell. 6000 darab. Hármas ugrás kérdés, így. Hus! Ment a levesbe? De vissza lehet állítani, hát vidd el a nem. Kapott egy új oprendszert. Igen? Igen, persze. Legyalult az egészet. És így mond, mentem, és akkor veszem a gérés. Figyelj, Gábor is, volt itt egy ilyen hú felirató, olyan kis mappa. Azt mondtad, mindentől lehetek. Na, nem baj. Nem gond. Nem érdekes. Adja csak. 6000 darab kérdés. Hát, mennyi ment le már belőle? Ezek mind megvoltak, csak hát ilyenkor még előre gondolkodik egy picit az ember. Varjálni lehet. Hát ha majd még Balázs most 40 éves lesz, úgyhogy hozzáérik majd a 40 és milliómoshoz, és akkor tudod, hogy gondoltam, hogy... Oda még be tudsz kolni. Ha újra indítja az RTL, akkor még az el lehet, hogy igen. Hát, jó lett volna még, de mindig. Úgyhogy, de hát ezért is jó például ez a külső Winchester. Nekem most azért kétfelé vannak, tehát ilyen fotók, meg mindenféle fontosabb dokumentumok azért kétfelé vannak osztva, tehát van egyszer a gépen, meg egyszer fönt a külső Winchesteren, hogy ne történjenek ilyen balesetek, de most sikerült azért így. Igen, ez bosszantó. Ez bosszantó tud lenni. Úgyhogy nekem is szeretném. Ma a kérdések. Igen, majd kettő, meg kettő, majd kérdések, ilyen kérdések lesznek. Négy lábon nem ló, és béket. Tején. Ja, igen, majd. Na, mutatjuk az ismétlést, elhívtuk tegnap Smuk Andort, nagyon szeretjük, imádjuk, szórakoztató, és a pár kereséséről faggattuk, illetve hát ő csajt keres magának tegnap. Már meg volt a randi a Sas utcai étterem teraszára. Nem, hát. Hát mondta, hogy lesz. Igen. Hát, az ja, ne, ott ne, az csak mondta, hogy ő ott ül, ott ha valaki ül. Akar. Biztos, hogy oda mentek. Igen. Szóval a lényeg, hogy felhívtuk, mert azt mondta, hogy szeretne magának csajt keresni, mi pedig próbáltuk egy kicsit segíteni. Ezt megmutatjuk, aztán jövünk a hírek után, hogy állunk játékkal? Egy-egy. Uh-huh. Ja, mert tegnap Jani behúzta? Igen. Jani tegnap behúzta. Igen. Itt nézem, azt mondja, Balázs nyitott el hetet, Ferivel, tegnap Jani játszott Annával. Igen. Jó, akkor lehet jelentkezni játékra. Jó, mi mutatjuk az ismétlést, hogy egy picit kacagjatok, aztán jönnek a hírek, hosszú hírek, negyed óráig, és utána jövünk a játékkal. Jó, jó reggelt mindenkinek! Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 9 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt mindenkinek, Rihanna. Ő jön most a szigetre? Igen, nulladik nap. Mert hát azért csak megnézzük. Nem? Semmit nem vált ki belőlem. De egy Rihanna, és ha valami történik vele, hát ő nem fog jönni a jövő héten. Van, akit nem szeretek, van, akit nagyon szeretek, és van, aki semmiféle reakciót nem vált ki belőlem. Én egy elsősoros jegyet szerzek magamnak. Igen, azt mondod. Hát igen. Úgy, igen. Legutóbb, amikor hatásra voltam, akkor néhány szelfit láttam. Én is bírom az ilyen kicsit ugye? Teltebb, tehát azzal nekem nincs bajom. De most az elhár, most nem az ennek. Nagy fenért, tessék? Kenta úros nőket, száz, nekem nincs bajom, hogy nagyobb mellett nagyobb feneke van. De hogy ez a Rihanna, hát ez így a... Nem borzongok bele. Én se fogok rá táncolni, és nem éneklem ezt a dalt sem, amit az előtt Calvin Harrissal együtt énekelt, de én szeretem ezeket megnézni. Nagy produkció, mit tud kihozni egy szigetes közönségben, jó lesz az.
Szerintem. Valamit tud a lány. Valamit csak tud az én. Persze, vitathatlanul jó, igen. Meg hát világsztár, szóval, hogy persze, hát ezt nem tudjuk elvenni tőlem, meg nem is akarjuk, csak nem tudom, úgy valahogy úgy teljesen semmi. Mindent valahogy ilyen egy hangon énekel. Igen, van benne, igazából érzelmentesen. Van egy pici melankólia benne. Mindig ez szenved, mindig van valami baja, sosem mosolyog, tehát egy ilyen halálmíz. Ja, lány, majdnem kimondtam. Miss Rihanna. Miss Rihanna. Halál Miss Rihanna, igen. Nem tudom. Igen. És rá is jellemző ez a fajta. De sokan rá van akadtam, bírják sokan. A világsztár vagyok, most a dollármilliómos, vagy tízmilliós, százmilliós, és picit szomorú vagyok. Szomorú? Igen. Bírom a vidám csajokat. Olyan, mint Adél. Adélnál is érzem, hogy miért szomorú. Hát az hát, Isten és Bence a párját, most gondold el. Ja, mondjuk ez is. Érted. Sokat örülnél azért annak, hogy a szülés előtt a súlyát. Nagyon csinosan rá neki, helyes kismama. Na hát ők egyet, itt van már is hallgatunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Mit csinál a Rihanna, szembe jönne vele egy kutya? Rohanna. Húha. Aha. Saját kútfő vagy? Nem, most jöttem be a filmemben. Halló, jó reggelt. Sok jó reggelt. Hello. Hello, Kira. Igen. Hello, Kira, honnan hívtál minket? Miskolc, az menő. Nagyon. Miskolc az egy menő. Kicsit, Kira kicsit lemondó volt. Kira mondta, Kira kérve benne volt, hogy nem annyira. Vannak szép részei. Mi szerettünk ott lenni, mikor kitelepülésre lettünk. Jó volt, jó sok ember volt. Jó és volt. Mit csinálsz, Kira? Hát most anyával dolgozok, utána meg haza. Gyerek, munka? Hát nem olyan, csak úgy eljöttem. Mit csinál a mama? Kizsákmányolok a szüleit. Mit csinál a mama? Ebédre szállítunk. Ja. Ó, viszitek az ebédet? Nincs még az korát? Nincs. Nem fog az kihűlni. És honnan, hova mentek? Miskolctól Egerig. Azt ami, hát ez Egerig? Komoly ebédszállító cég vagytok. Nem. Most kell elindulni, hogy délre ott legyetek. Nincs mert tőle megyek, Miskolctól Gyöngyös. Hát az kemény. Hú, de komoly. Jézus Mária, hát az mennyi? Hány adag étel? Hát sok, hát többféle. És a kicsit belekóstolhatsz, megnézheted, hogy milyen zöldborsó főzelék? Marinéri tarhonyás húsát Egerbe a Kossuth Lajos utcáról megkóstolhatod. Vissza tudod úgy csomagolni, hogy ne vegyék kész. Persze, én ebédhordóban van, tudod. Hát ez fóliás, úgyhogy nem is annyira. Lehetnátok, megnézni szoktuk. Leves, dizses hús és picskolta kocka. Picskolta kocka csokoládé öntette. Vagy a savanyú, az volt alul a három. És elmoshatatlan volt az ételhordó, ha emlékeztek rá, a zsír, a műanyag mindig bármiben nagy klasszik volt. Figyelj, csináld úgy, hogy fordíts meg, és az alját vág ki. Azt nem vesz észre senki. Azt, hogy nem lehet. Jó, Kira. Csak viccelünk természetesen. Kivel játszanál, Kira? Veled, Balázs. Igen? És igen. Mit? Csak nyolcadikos, nem mondj ilyet. Hány éves vagy? 14. Jézus Atya Úristen. 14? Mondjuk tökélet a hangod. Ugye, hogy a hang alapján Ugye? Már meghívnád egy italra, de nem tehet. Hang alapján. De van, ja, mi lehet a hang alapján? Ez nem a Feri volt. Feri volt. Már meghívnád, miért abban most nekem mi van? Nekem a lányom lehetnél. Nekem is. Csak nekünk volt eszünk. Jó, most ezzel nem összünk össze. Én mondtam először. Anyád ott van. Mama, mi van? Hát most miért? Ha anyád ott van, hát ebben nincs semmi. Igen. Anyád ott van. Persze. Mama, mennyi mondta, éves? Hogy szép piros színem lett. Piros színed lett, édes. Mama, hány éves? Mama, 37. Akkor inkább ő. Ki ez itt csókolom? Azt a minőségnek. Add a mamát egy kicsit. Menj babázni. Add a mamát egy pillanatra. Na jó van? Nem kell, játszunk akkor, jó? Játszunk. Jó van, indítjuk az órát, Jani. 3, 2, 1, fire! Na itt vagyok, gondolom szeretnék kérdezni. Vagy kérdezek én? A kisfiadról mesélsz nekem egy picit. Melyikről? Mert kettő van. A legpicibről. A kisebbről? Uh-huh. Mit mondjak róla? Hát, hogy mennyi idős? Másfél éves. Mit eszik? Répát. Mászkál, vagy mit érdem, vagy már lépegetni próbál? Hát rohan. Hát másfél évesen már fut, rohan, bringázik. Szeret motorozni? Motorozik is, van ilyen kis műanyag motorja, és az a nagyon hasít, egy kis szürke műanyag motor. Iszonyatosan jól megy. Nekem is van egy húgom, ő is imádja a motit. Mehetnek együtt. Komolyan van egy húgod? Hány éves? Kettő.
Ó, hát akkor nagyjából egy időben születtek. Fiú, lány? Hát, lány. Gondoltam, megpróbálom kizökkenteni. Na és mi történik ma az ebédszállításon kívül? Mesélj még. Hát, hazamegyek, talán még elmegyek strandra, és pihenik. És itt a vége. Jól van, és már az ajándékcsomagot. Így van. Megvan? Megvan. Van kávé és bögrém. Van bögréd. Milyen kávé és bögre? 14 éves, hogy ne szólnak. Nem kávé, mit kávézol? Milyen kávét iszoltál bögréből tényleg? Maci kávét. Maci kávét. Komolyan mondom. Kávézol tényleg? Nagyon jó. Maci kávét. Maci kávét. Jól van, figyelj, hát van bögréd. A fekete pedig igen, mert bögre van. Ugye bögre van? Igen. Igen, bögre van. Igen. Morning sós bögre. Jaj! Anya, pusztíjatiteket! Hát mi is ő! Hiszem, a látom. Csokoltatjuk a mamát, mi is. Puszi. Sziasztok! Sziasztok! 38-ból mennyi 14? Nagyon hát nehéz kiszámolni. 24. 24 közül. Reggel van, még nem ittam meg a kávéban. 24 évesen már megérkezett a kis lányzó. Hát mi a 38 évesen van egy barátnőd szinte, nem? Ez tök jó. Az nem olyan, azért ez nem vészes 24 évesen szülni, az nem egy 18 év, bár egyébként annak is van előnye, hogyha valaki 18 évesen. Simán tudnak még majd együtt bulizni. Hát gondolom, 38 éves, és tulajdonképpen a gyereknevelés nagyját letudtad. Nem? Igen, és most már szabadság van. Most már Szabi van. Még itt vagyunk mi 40-esen, azt akkor nem tudsz elmenni, mert a gyerek még nem alszik, meg mit tudom. Másfél éves. Igen. De ez is szép, mert előbb, mi előtte jöttünk. Ő meg most tudja rendesen. Próbálok kapaszkodni. Ez jó egyébként, mert nagyon fiatalos anyuka, fiatalos apuka, akkor tudnak együtt menni bulizni. Én például nem tudtam apámmal együtt menni. Mondjuk azokban a bulikban nem is akartam. Én szerintem sem. Nagy igény, nem te, volt rá. Akartál te kardot karcit hallgatni? Három plusz kettő. Nem, ezzel be se jutottam úgyi fivérekre tombolni. Nem mondom, igen. 7 óra, ez pontosan 1 perc múlva. Küldjetek friss közlekedési híreket. Így van. Meg a mamátokról képet. Mondjuk a kukat, klassz FM, mozgó. Csináljunk már egy olyan. Tényleg, egységesen. Ú, de jó meg vagy. Is vagyunk. Meg megvan. Jó, összeállt a zsűri. Díjak megvannak, van még egy csomó bögrénk. A legjobb milf, jó? Ezt keressük. Csináljunk meg egy anyuka szépségversenyt. Na, héttől indítjuk. De akkor ezt meg kell csinálni a honlapunkra, hogy fotókat feltölteni, akkor szólni kell a fekusznak, az egy másfél év is meg is van itt. Az IT-saink a honlapon azért annyira nem viszont. Várjál novemberben. Nagyon jó. Le kéne zavarni. Novemberig meg kell válaszolni. A legjobb milk. Milk. És akkor meg kell megtaláljuk a Rizskát. Az, hogy baleset az egyes úton. Az új elkerülő Budapest határában, Mikepécs és Debrecen között autózárban alakul a dugó, szép napot, Zoli. Aztán Erzsébeten a Tátratéri piacán, ezt hosszú nem olvasom meg. Nem, majd hír a hírek után. Láttam, három sor, hát ezt majd elmondom. A hírek után Rákosin, aztán jöjjünk, Szemi is. Open your eyes. Time to wake up now. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után 12 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek. Drága hallgatók, jó reggelt. Esős, borongós, kicsit nyálkás idő van. Pedig nyár van, július utolsó szerdáját üljük. És jövő héten már beköszönt az augusztus. Sőt, talán nem is jövő héten már, hanem most hétvégén. Vagy hogy van ez? Nem, hétfő. Hétfő, pontosan. Hétfőn köszönt be az augusztus, és hát még mindig nincs jó idő, de kitartás hétvégére állítólag az lesz. Már csak egy hónap színidő, gyerekek. Kezdődik a skola. Így van. De aljadi. Az, hogy csütörtökön el kell kezdeni, ezt értitek? Csütörtökön be kell menni iskolába, csütörtök péntek két napra. Minek? Aznap nem vagyok, csak mondom. Mikor? Majd, az első sülis napon. És kijelzem előre, hogy aztán most ez idén van? Igen, mert hogy Beni iskolás, és az első iskolai napján én ott akarok lenni. Minek? Ne zavard már össze szegény gyereket, örül, hogy egyedül megy be. Hát mert az egy nagy pillanat. Ciki, a fater ciki. Hagyjad már. Igen? Nem kell, nincs, nem kell napja. Bemegyek, és akkor ott vagyok. Zavard már, szerencsétlen. Pacsi, biztos, ott fog sorozatokat nézegetni. Sajnos nem tudtam elmenni, mert mit is mondhatnék? Azt mondta, lehet bejövök, tehát hogyha mindegy 8-ra kell bemenni, itt vagyok 4-9-re, mert ide jár a 11-ben majd. Uh-huh. Csak hogy ott azt meg akarom élni, azt a pillanatot. Az ülői út 11-ben sokkal feljebb. Hát ide nem. Az ülői út nem. 11 kerület.
Tehát ott akarok lenni, amikor az első kis iskolatáskájával ő visszanéz majd rám, még visszaszalad, szorítja a lábam, azt mondja, szeretlek, apuci. Aha, nem fogja. Én is nem szeretlek. Fog, megy be, örül, hogy nem lát téged. Sír egy kicsit, én is sírok, elindul, mondom, Benni, a sonkás zsömléd, még szaladok utána, odaadom neki. Magam kentem neked. Én kentem neked. A kis kiflidet, a kis almácskádat, amit még beraktam, ne hagyd itt, és a tornazsákodat. Jaj, a kis arcocskád. Törli a kis ujját. Igen. Szóval be akarom indítani az iskolába. Aha, nélkül aztán utána bejövök. Menni, csak mondom. De nem azért, hogy lássak, hogy ki az apja. Nem, aztán azt utálom. Na, hát ezért nem egyben. Utálom, ha látják, hogy ki az apja. Tegnap nagyon vicces volt, elmentem érte egy táborba, vagy táborba van, elment egyedül táborba. Egyébként ez is tök nagy dolog, örülünk, táborozik a gyerek, nagyon jó. Bemegyek a táborba, hozom el a gyereket, és jön a kicsit, te vagy ez a Sebestyén Balázs, és annyira nem akartam, hogy ez legyen, rászoktam, hogy maradj már csöndbe. A tévében sokkal jobb fej vagy. Tudod, mert én... És így hagygyerek így megfordult, tudod, helyesek voltak, aranyosak, csak... Igen, a gyerek előtt én se szeretem. Nem szeretem. Egy perc, egy perc, maradjatok már csöndbe! És én teljesen önkéntelenül... És szemetek csöndbe legyen! Utólag vettem, és én rászoktam, hogy maradj már csöndbe! És a gyerek így nézett, hogy megállt a kanál a kérdés. Ki az a? Hogy nem akarom ezzel frusztrálni a gyereket, hát. Tényleg. Szóval nem kell, nem megyek be egészen iskolába, csak az úton elindítom majd. Úristen, te lezzem, az előtt a szülő, megállok, aki hogy ilyet. Szalad, aha, vissza, se néz. Picit lehúzva a sötétített ablak, néz ki, érted, hogy megvan-e minden a gyerek. Penny, itt vagy vagyok. Iskolán. Tudod, hogy veled vagyok egész nap. Istenem. Ablak, párkány, matek óra. Csak nyugodtan, tanárnő. Nyugodtan. Itt vagyok. Minden oké? Okay? Rendben. Már itt se vagyok. Feniszkópot tesi órán a kötélőre elreszkedek, tudod? Megkinyílik, kinéz, milyen szertár van. Kémia órán, majd kijövök a kémia szertárról. Itt vagyok. Minden oké? Két kis könnyes szemed látszik majd a limó leengedett ablakán. Senki csak titokzatosan itt vagyok, nem vegy részre senki. Nem érzi, uram, egy 6 literes limuzin van rá az iskolát, legyesz, és arra parkol, mert 8 ülő nem tud beállni. A szemetes kocsi nem tud beállni. Egy brutál egy Lincoln áll az iskolát, vajon minden. Szóval el akarom indítani. Engem, de aztán bejövök, nyugi, itt leszek. Csak, de csak hagyd teljesíteni, jó? Már hogy? Tehát, hogy ne szaladjék be matekorra. Hagyd a csatlán, nő itt vagyok. Nyitott ablakra. Kukoricajacsi! Kukoricajacsi! Törtel úgy osztunk, hogy a reciprokkal szorzunk. De nem, pont nem ezzel akarom. Nem segítesz, hogy ott vagy. Ott hátul jelentkezzed! Ki volt az? Ott, amelyik jelentkezik! Megint! Kimászom a szekrényből. Nem, én nem terhelni akarom, csak hát ez mégis egy nagy pillanat, hogy egy gyerek iskolába megy. Hát azért ez egy jó dolog, és így... Valójában csak arról akarsz meggyőződni, hogy Benn is van. Ott is marad. Jó, valójában csak ez van, hogy tényleg odaérte, és hogy nem mászik el ki egy hátsó. Üres lesz nélkül a ház, majd meglátjátok. De most is óvodában van, tehát hozzá vagyunk szokva. És tök jó, hogy üres. 3 éve óvodában van, tehát azért olyan nagyon váratlanul nem ér majd egy délbe, az még itt nincs ott, mert lassan negyedik éve jár óvodában. Azért olyan rohadt, hogy az ász, hogy mindig üresnek tudtuk. Fura módon nem az iskolával kezdtünk. Tehát, hogy azért mi szocializáltuk a gyereket óvodába, beraktuk közösségbe, tehát azért napközben így is üres a ház. Részben, mert a kicsi meg otthon van, de ő is megy majd bölcsőbe. Mikor lehet bölcsőbe a gyerek? Hát augusztusban ő is kezd. Igen. Na mindenkit igen. Lepattintanak végre. Gyerekek, ez tudarvilág, hát regula, hát itt kemény világ van, itt nem szórakozunk, persze. De két évesen azért lehet bölcsőbe. De hogy a második gyerek már mennyivel keményebb, nem? Az első gyereket, ne menjen, itthon vagyunk vele, majd óviba 3 évesen, a másik gyerek. Nem. Hús! Hogy berolt, hogy rohan magától. Harmadikat már benhagynád a kórházban. Ott szülöm a bölcsőbe, már nem én, hanem nagyon jó. Bevegyük a bölcsőbe, Noel a bölcsődébe, Viki megy másoddiplomás képzésre, anyát szeret. Nekem jó, nem lesz Freki. Viccesz? Amit akar. Viccesz? Mi ott leszünk Freki nélkül? Olyan film, amilyet akarsz, nem szólnak rád. Egy összetölt külső meghajtóval, hogy nem tudok sorozatot nézni. Úgyhogy tele leszek idővel, meg minden. És akkor jön majd most a könyvcsomagolás, bevásárlás. Igen, indul minden, persze, meg kell venni a könyveket, már kapjuk az e-maileket, hogy tudod, mit kell, meg milyen csomag, meg A4-es rajzlap, meg mit tudom én, hogy megyek vagy az Ápiszba. És megveszek mindent az Ápiszba, átmint a Keravilba, ha meg kell venni. Csomó dolgot nem fogsz érteni, tök új dolgok lesznek. Én kérdezik, hogy kockás füzet, vagy mit? Hogy Viki, azt tudom, hogy mi az a Sandra Iron, de mi a Posta Iron?
Igen. Egy jó Sandra Iron, ez valóban ismerem. Sandra Iron, a Posta Iron kevésbé, de én a külsőben forgatott filmeket is nagyon szeretem, hogy Posta Iron-t is szívesen megnézem. Persze, már kapjuk, tudod, hogy mit kell, hogy kell, ilyen tornacsomag, olyan. Gyűlölni fogod. Mi csak csodál? Mondom, azt, hogy össze kell szedned, hogy kockás füzetből a pontosan ekkora, a Posta Iron az kell belőle vastag a piroskékből, meg a vékonyból, és ott fogsz állni, és meg fogsz őrülni ettől, hogy ezeket össze kell szedni, és nem jó ám akármi, tehát biztos lehetsz benne, hogy a tanítónéni az első nap fogja mondani, hogy nagyon jó sebestél napok, csak nem ilyen kellett volna. Csak nem ilyen, hogy tessék el valami szépet megvenni. Fa mentes, nem félfa mentes. Ugye? Ebből 4 év kellett volna. Nem 2 a másikból? Jó, az a gyerekeknek van egy anyja is, azért ő mindent tud. Ez mondjuk igaz. Na. Ez a mi szerencsénk, a nők. Ennyi. Ha valami elmaradt, miattam. lesz kire kenni, mondana. Hát pont így van, ezt akartam mondani. Na. Hát, hogy van annak a gyereknek anyja, és már minden megvan. Én szoktam beszélgetni, hogy minden. Berakva, ennyi. Élére ne állítva, már ennyire letárazva. Miről beszélünk? Pedáns. Viki. Minden megvan. A másfél hónap múlva annyit az iskola. Ott áll a gyerek, van az iskolatás, kellett van az ajtóban. Minden tornazsák, már a zsuzsonnáját is megkentük. Hát persze. Szeptemberre szerintem egy kicsit kemény lesz, de nem baj. Az első hónap már be van csomagolva. Ennyi. Nem van a kis almácskája, kis sonkás zsöbléje, érte. Hát nézd, velünk se bántak jobb az erre, ilyen az élet. Az almát kap, az nem romlik. Kell a rostos, hagyja ki, jönkönyek. Szóval minden már megvan nektek, de egyébként meg az ilyen nagyon nagy multiknál az úgy működik, hogy odaadod a tanszerlistát, csak mondom, mert ugye hát másodikban megy ugye Panyesz, tehát hogy még azért is az elején vagytok, hát én az előré vagyok egy picivel. Gondolhatod, hogy nekem mennyi feladatom van ezzel. Odaadod a tanszerlistát és a kis nagy multiknál a tanszer vásár idején, augusztusban, odaadod a listádat, vannak ilyen 11 néhány éves, 16-18 éves segítő. Hát összeszedjük azért ott a rúgós tollat, mert nem tudom, ki az apja, aki a szakdolgozatig neki. Ez így van. Megírják a diplomunkáját a gyereknek. És összekészítve hozzák a kis szettet. Mikor olyan bele bemegyek, amit a tetyóban leülök, ott iszom egy kávét, és addig valaki ott összeszedi nekem a spirálfüzetet, meg a... Pontosan így van. Annyi, hogy hát az igényeidet, tehát addig beverek egy grill csirkét. Grill csirkét, fél kiló fehér kenyeret, meg egy kis kovi ubitot a húsosztályon. Pontokat elrejted a kefirek között. Tipmixel és a lottozom, eszel egy fagyit. Ha megkérdezik, hogy milyen kategóriásat kérsz, hogy alap, közép, vagy emelt szintű, de hát mondjuk nálad ezt nyilván nem kérdezik. Amit az iskola előírt, amit nem menőzünk, ami kell. Nem, hanem hogy a színes ceruza készletből van 100 forintért, meg van 1100 forintért. Nem mindegy. Te melyiket akarod? Most 1000 forintért. Osporulunk, ahol tudunk először a gyereket. Persze. Nehogy már jól érezzem. Honnan? Hát az többiek közül, hogy neki 2000 forint a színes felület. Ne, én ezekre sosem. Azért. Semmi. Nem, semmi. Tudom, ti külföldről hozzátok. Abszolút nem. Én nem tudom, hogy miért baj az aranyrotring, mi baj az aranyrotringra. A Swarovski színező ceruzával érted, én nem értem. Hát most ez teljesen általában. Nem kell. Dehogyis, semmi, teljesen. Két HB-s ceruzáért nem kell még a művészellátóba mellettek. Tehát, hogy érted, jó, persze, nagyon ügyes, hogy gyerek, de nem egy csókolai koszka. Teljesen egyszerű dolgokat veszünk. Na, ezt a figyelmetekbe ajánlom majd a továbbiakra. Jó, ezek fontos, ezek fontos infók. Fontos infók. Jól van. Na, azt mondja, hogy a matek füzet négyzetrácos, nem kockás. Azt a kutya fáját. Köszönjük szépen. Írt egy matek tanárnak. Írt egy vérben forgó szemű SMK-s. Igen. Ez nem olyan fontos szerintem. Tehát, hogy ez biztos így szofisztikált a VSM, de szerintem értik. Neki, jó, hát igen. Aztán érted, hogy kockás kérek, nem négyzetrácsot. Az néznek rám, vagy bemegyek az ápizba, érted? M7-es felé 24-es körébe első sem mellett a szalakorlátnál egy Ford áll és vészvillogozik. 51-es főút Kalocsa-Solt között brutál köd, látótávolság 50 méter, csak óvatosan. Tényleg nem olyan, mint október lenne brutál köd. Hát ez, tehát júliusban azért ez komolyan kikérem magammal. Hatalmas köd van az M6-oson lekanyarodva Pécsről Baja felé. Most komolyan nyár van, vagy ősz? Na, ugyanezt mondom én is. Szólhattak volna előre, mert akkor úgy készülök őszi ruhákkal, ért egy hallgató. 10-es út baleset van, nagy baleset, terelés a régi 10-esen üröm után, óriási a sor. Igen, ezt többen kérdezzétek, mi a helyzet? Ott mentőhelikopter, nagy baleset, úgyhogy hát a 10-es most még jobban bedugult, mint amennyire szokott. Óriási baleset van a 10-esen, aki tud kerüljön. Solymártól Ürömig gyakorlatilag abszolút beállt a 10-es, úgyhogy se előre, se hátra, senki nem menjen arra. Budapest felé igen, lezárták az utat.
Az komoly. Ah, igen, úgyhogy ez elég komolynak hangzik. Mikepécs és Debrecen között autózárgon alakul a dugó, ez pedig Zoli küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mi az? Mi? Nem azt akartam mondani, hanem azt szerettem volna kérdezni, hogy akkor tényleg megcsináljuk a szépségversenyt? Én szerintem csináljuk meg. Igen. Küld be anyádat. Legyen ez így. Ez a munka címnek jó. De nekem ezt tetszik, küld be anyádat. Tehát küld be anyádat. Így van, csak ne, hogy itt álljanak, aztán széles tömött sorokba tényleg az anyukák. De hogy tényleg küldjenek be mindenki, aki úgy gondolja, gyerekek persze úgy gondolják, miért nem gondolják, hogy büszkék a szüleikre. Jó, de akkor csináljunk apuka szépségversenyt is. Csináljunk apuka szépségversenyt. Szerintem az nagyon menő. Apuka szépségverseny? Szerintem legyen egy anyuka, és legyen egy apuka szépségverseny, nem? Először megcsináljuk a küldbe anyádat, majd küldbe apádat. Jó, vagy egyszerre megcsináljuk. És olyan fotót lehet küldeni, ami ilyen lesi fotó, tehát hogy nem tudta éppen apa, ahogy állt kidülesztett pocakkal a sörével a kezével, hogy ő most szépségversenyre megy. Igen, apát nem ér beállított képpel küldeni, apát csak titokban lehet lefényképezni, és az a küldbe apádat. Igen. Jó? A legtermészetesebb pozorokat. Nem? Igen. Szponzorokat, hogyha esetleg egy társtulajdonost vagy üzlettársat, mint Herce Cilia. Tehát aki mondjuk ilyen szépségversenyekben így otthon van. És akkor úgy. De hát ők jó, a zsűribe kell. Legyen egy nagy merítés, mi? De akkor ő a zsűribe kell. Zsűribe elég a Kassa Tibi, hogy nem tudom, ezért mellénk még. Jó, megcsináljuk, persze. Csak honnan tudjuk, hogy valóban anyuka? Most megfogtad az egésznek a lényegét. Kérünk képeket a szülésről, érted? Igen. Ugye, tehát hogy azért ez még azért, érted? A gyerektől egy 28 éves vagyok, három gyerekes anyuka, hát a büdös életben nem jössz rá, hogy most anyuka vagy nem anyuka. Nem? Mint ha két hatósági tanúval aláért egy nyilatkozat a gyerek részéről, hogy igen, ő az anyuka. Igen, ő az anyám. Jó, megcsátjuk, hát finomítsuk még rajta, de abszolút. Nekem ezek beszoktak jönni egyébként, ezek az anyuka szépségversenyek. Igen? Aha, de nem látom még ilyet. Brazíliában rendeznek ilyet, és klasszik anyuka szépségverseny? Így van, így van. És egész jól néznek egyébként az anyukák, nem is nagyon hiszed el róluk, hogy ők anyukák. Persze. Elég nem. Otthonosan mozogsz a brazil anyuka szépségverseny. 20 évesen örökbe fogadott egy 14 éves legyen. Mit kell csinálni? Hullahopkarikázni? Vagy babát pelenkázni? Vagy ugyanazt, mint a másik, megpróbálni jó, jönnek menni annélkül, hogy ezen a kifutó, hogy igen, hogy kitöröd a bokádat. Ez most mi, hogy ezen a szépségversenyen most kiderült, hogy egy török milliárdosnak közvetítették ki a lányzót, aki a közönség díjas lett. Hát. És hogy nem gyorsan kiderült, hogy köze van ehhez a szexes, répási, botrányos, lehallgatós, kiközvetítős dologhoz. És állítólag, hát ugye állítólag, valami török milliárdos rendelte meg a leányzót. De ő elfelejtette mielőtt? Én nem tudom, be kell jelenteni előre? Be. Tehát persze. Van egy ilyen, hogy lábméret, hajszín rendelte meg tőlük milliárdos, igen. És akkor be kell x-elni? Igen, kétszer. Egyszer-kétszer. Libanoni török milliárdos voltál-e Dubajban, tehát ezeket ugyanúgy... Ja, Ali bácsi! Az a kedves idős úr! Nem tudom, hogy van a nevezési lap. Tehát anyja neve, lakcím, mi van a kisbetűs rubrikában. Mikor utazott igen, utoljára. Mikor volt utoljára Dubájban. Volt a Dubájban, járt-e Isztambulban, illetve fura jachton Londonban, ahol egy török milliárdos üldögélt. De csak hallottam, hogy állítok, hogy 17 évesen már őt merézett egy ilyen török milliárdoshoz. Tehát nyilván, hogyha ebből éltél egy darabig, akkor nem jelentkezel már szépségversenyre, gondolnák, mert hogy ez kizáró ok. De ők meg a lányok azt gondolják, hogy akkor nem vallom be, akkor átcsúszok biztos a... Ez van. Lehet, hogy nem tudta, hogy hova megy, vagy hova jelentkezik. Azt hitt, hogy de melyik a szépségversenynél? Lira és Lant, aztán kiderült, hogy csak lira van benne török. És nem kevés. Igen, és mesztelenül kell sétálni egy golfpályán. A török urak lőnek rád golflabdával. Tehát ugye ez így egészen fura. És nem jó, hogyha körbenézek egyszer, hogy kire is, mert rád mutatnak, és be akarnak vinni esetleg szobára. De hát az nem szerencsés, a téged kiválasztanak. Hát most igen. Ez van. Na, olvassátok, hogy Kazincz Barcikát letaszították a trónról, mert hogy a 13. helyre került Kazincz Barcika azon friss kutatásban, amit most végeztek, mert hogy a Máté Szalkaik néznek a legtöbben internetes pornót az országban, és nem Kazincz Barcika. Nem mondom. De szívünk csücske, Kazincz Barcika ilyen csúnyán elbukott. 13. hely. 13. helyre szorult vissza Kazincz Barcika, akik tavaly ugye megnyerték ezt a versenyt. Mert ugye minden évben megnézik, hogy hol néznek, vagy hol töltenek le a legtöbben erotikus tartalmat. És kiderült, hogy Kazincz Barcika lecsúszott a dobogóról, sőt, tehát nem lecsúszott, hanem egészen a 13. helyig rótizott, mert átvette egy másik város. Na most mi új történt fővárosa van hazánknak? Vagy mi történt a másik 12 városban? Hát lehet, hogy megirigyelték az elsőséget. Ja, eddig mi is voltunk Kazincz Barcikán, és szerintem a letöltésben ott akkor
Igen. Van egy oldal, ami egy randi oldal, és ott minden évben megcsinálják ezt a kutatást, és azt nézik, hogy milyen tartalmakra kerestek rá az interneten, erotikus szexuális tartalmakra kerestek rá az interneten. És kiderült egyébként, hogy a júliusi csúcsidőben mely városok izzottak a legjobban, ha lehet így mondani. Ugye? És hát az online pornót legtöbben a kazincbarcikaiak keresték, időn viszont Máté Szalka vette át nagyon ezt a kitüntető címet, ott töltöttek le, és ott néztek a legtöbben erotikus. De valami komoly probléma volt a nettel, a kazincbarcikán, és ezért történt ez a dolog. A szolgáltató megszabadult tőlük, vagy ők a szolgáltatótól, vagy miért lehetett ez? Ez egy 12 helyet visszaesett. Igen, és egyébként mi van Budapesttel? Tehát eleve, ugye itt azért nagyon sokan vagyunk. Budapest nincs a top listában, nincs dobogós helyen, tehát nem vagyunk az első háromban, nem még az első ötben. Tehát Budapest egy istenfélő keresztény. Hát ez az. Ez egy istenfélő keresztény. Igen. Fölfért még a dobogóra Kisvárda, Szerencs, hát komolyan mondom. Hát Budapest sehol nincs. Kereti ország rész, ugye Kisvárda, Szerencs, Máté, Szalka, ráérős emberek vannak arrafelé, önhibájukon kívül teszem hozzá, ugye? Tehát, hogy kicsit talán kevesebb a meló, és akkor ezzel ütöd el az időt, hogy pornót nézel. Hát ez egy érdekes dolog, és tényleg a keleti ország rész inkább, aki aktív. No. Szerintem, ha nem érsz rá, azért vannak dolgok, amikre úgyis szakítasz időt. Tehát, hogy nincs szerintem ekkor össze. Tehát a fontos az, gondolom, az ember. Hogy igen. Arra van a hobbi, meg a van a kikapcsolódás, de a meló az meló, gyerekek. Hát lesz a pornó, az pornó. Komolyan mondom, szóval persze lehet szórakozni, internetezni, de ez meló. Ez évről évre az ember egy nő, az inger küszöbb, basszus, a meló az meló. Nehezebb olyat találni, érted, ami már be. Egyetek el, ez kötelesség. Szóval, hogy ez így, nem is értem. Ott kell lenni az elsőben. De én azt hiszem, legalább Lőrinc fölfér, vagy te legalább dobsz az átlagon kicsit, vagy megjelölnek egy kis piros izzó pöttyöt Lőrincen, hogy egy pulzáló pötty azért ott van, legalább képviseled Budapestet Lőrincről, egy ilyen kis vörösen pulzáló pöttyel ott a 18-ból, de te nem vagy elég. Én csapataink harcban állnak, alig győzünk tárazni, de egyszerűen nem megy. Vagy írek, hallgatok, igazából te voltál sokat Máté Szalkán. Van-e ott vár, mit lehet ott megnézni, hogy nem töltöttél az utóbbi három vonalon, kiemelkedően sokat Máté Szalka. Arcon köpted ezzel kazincbarcikát. És egyszerűen felraktad a dobogóra, felraktad a térképre Máté Szalka. Az IP címe. Mindjárt megkérdezzük kazincbarcika polgármesterét, mi történt. Szitka Péter itt van velünk. Hello Péter! Szép üreget, sziasztok! Hát szomorú hát most mi van? Hallod? Elmúlt a varázs. Zokogok azóta. A kollégáknak folyamatosan mondom, elmentem másfél hétre nyaralni, és ez történt. Látod? De mi van? Valami tömeges celibátus után kaptatok-e új pénzeket? Vagy? Igen, lekapcsoltatok a szélesságot. Na. Kaptunk rá megfelelő választ, tehát ideológiailag próbáljuk megközelíteni a dolgot, és ugye a kollégáim azt mondják, hogy mivel alapvetően volt egyfajta inger, volt egyfajta kihasználatlan kapacitás, ami ugye az internet világában került úgymond idézőbe elköltésre, ezt a hölgyek észrevették. És optimalizálták egy kicsit a felhasználást. Aha. Ja, hogy nátok volt egy keret, amit el lehetett használni internetezésre, és a csajok ezt észrevették, és másra használták. Aha. Így van, és ezt rájöttek, amikor ugye erről beszélgettünk, és azt mondták, hogy jó, hát ha van ilyen plusz, akkor ezt, gyerekek, ezt ki kell használni, mert ez úgy van. És hát ez ezt okozta. Meg hát nem voltunk itthon, meg egy kicsit persze. Nem figyeltünk. Hát hallottuk, hogy voltak két fix szabadságon, hát akkor gondolom azért. A visszaesésnek megvan azokkal. Hát de sajnáljuk, de majd dolgozunk az ügyön még, tehát majd még kitalálunk. Ha valamit kell csinálni, Máté Szalka nagyon csúnyán megérkezett. Nagyon csúnyán megérkezett. Hát vagy az van, amit több hallgató is ír, hogy ti kazincbarcikaiak Máté Szalkára jártok nyaralni. Igen, ahogy a jelent Máté Szalkára, te igen, átmentetek egy kicsit Máté Szalkára. És akkor ott megdobtátok a dolgot. Igen. Vagy hát már a sötét webben kószáltok, amit ugyan viszont nem lát. Nem lát, profibok lettetek. Profibok lettetek, és mindenféle szűrőket használtok. Mi van a Bud Spencer történetünkkel? Igen. Kérlek szépen, azóta, amióta ugye megkerestetek ezzel a dologgal, hogy igen, akkor történjen benne valami, én felvettem a kapcsolatot a Tasnádi Szandival, ugye magának a műnek a készítőjével, meginvitáltam kazincbarcikára, ő már járt nálunk, nem járt nagyon még erre, úgyhogy igazából bemutattam neki a várost, ez néhány nappal ezelőtt történt meg. Borzasztóan tetszett neki, néhány olyan helyszínt mutattam, ami alapvetően egyébként a későbbiekben magának a műnek az elhelyezésére is szolgálna, illetőleg hát azt a kis szentélyt, vagy azt a kis zarándok helyet, vagy azt a teret, amiről ugye beszéltünk, annak a kialakításnak a helyszínéről kiválóan megfelelne itt Kazincbarcikán. Jó, rábólintott, tetszik neki?
Igen, ő nagyon lelkes volt, nagyon tetszett neki. Ugye jövő héten kezdődik nálunk egy Color Fesztivál, aminek az előmunkálatait is már ő látta. Tehát, hogy úgy pezseg az élet a városban, tehát úgy látszódott, hogy azért ez egy nagyon jó helyre kerülne. És akkor kérdeztem, hogy mit lehet még ugye ebben az ügyben tenni, hogy lépjünk előre. Ugye a családtól az engedélyek megkérése megtörtént, amire most ugye ő vár, hogy ennek a műnek az elkészítése megtörténhessen, és ugye a kihelyezéséhez kapcsolatos engedélyek is megszülessenek. Illetőleg hát mindenkit, aki igazából ebben valamiféle döntéshozatali pozícióban van, vagy magát ezt az ügyet tudja segíteni, őt invitáljuk a városban, hogy valós helyszínként merüljünk fel a későbbiekben is mindenkinek a fejében. Hát ez nagyon jó. És akkor az úszoda tűrik győztesnek, amiről beszéltünk? Nem, igazából a szobornak és ennek a dolognak az elhelyezésére főként a belvárosi rész volt az, ami Szandinak is tetszett, illetőleg van némi olyan zöld felületet, ez a fesztivál központos rész is, amit mutattam neki, vagy a másik része a városunknak, ami szintén a csónakátútó, tehát több olyan helyszín tetszett, ami jobban alkalmas lehet adott esetben ennek. Az úszoda azért ez kiesik egy kicsit a városból, tehát ez nem annyira talán a megfelelő helyszín, sokkal inkább olyan kellene, amihez könnyen oda találni, akkor már benn vagy a városban, akkor már lehet mást is csinálni. Szóval úgy több oldalról próbáltuk ezt megközelíteni. Ez tök jól hangzik. És akkor a városon belül sincsen egy ilyen ellenállás, mint olyan képviselőtestület részéről? Nincs egy kemény maga, aki még mindig kardoskodik Tereza Orlovszkijért? Hát ugye két kérdés merül fel ezzel a dologgal kapcsolatban, hogy ugye ez a miért éppen alakott, tehát hogy miért éppen Karinth Bartika típusú, a másik pedig az, hogy mennyi vagyok a polgármester? Hát persze, hát vannak azért, ahol egyszerűen le lehet tudni, hogy csak, vagy de nem, hát nyilván nem, hanem hát én erre mindig azt mondtam, amivel nem akarok menni ilyen nagyon szentimentális, vagy nem tudom én mi lenni, hogy ugye az úriember azért megtestesít valamit, tehát ugye egyrészt nem csak egy kiváló sportember volt, hanem ugye színészként egy olyan, hát hogy mondjam, egy olyan életérzést közvetített folyamatosan ugye generációkon keresztül és generációknak, ami egyfajta vidámság, egy terű, egy jó szeretni való volt. Az, persze, nagyon szeretünk. Na most nem gondolnám, hogy most bármelyik városra most kis hazánkban ne férne rá azt, hogy ezt a típusú hangulatot belecsempészük a mindennapi életbe. Persze, nincs ezzel gond. Tudom, hogy ment a családnak levél, hogy nekik ebbe bele kell egyezni, tehát, hogy még ilyen formális dolgok vannak. Így van, ez már megkérésre került ugye az engedélyezése, hát most várunk arra, hogy ez megszülessen. Nyilván ennek megvan a mega jogi része is, ami szintén ugye kezelésre került. Rendesen elmentél a Karinth Bartika egyesre, és akkor feladtál a Peder Zoli családnak a levelet? Nápoly! Ugyanazt egy Markon Terenzi jönnek is, egy meghívót azonnal. Nem, ezt a művész intézi, tehát ő, mint aki ugye alkotó, engedélyt kér arra, hogy ugye az életnagyságú mű elkészítésre kerüljön, B pedig ugye, hogy valamilyen köztére, ugye ez kihelyezésre kerül. Szóval fontos, ugye egy ilyen dolognál, aminél próbáltam azt is hangsúlyozni, hogy ez nem valami ellen van, tehát nem valami teret kell átnevezni, mert akkor ugye abban van ellenállás. Az mindig feszültséget jön, persze. Így van, hanem meg kell találni azt a normális helyet, ahol alapvetően, még egyszer mondom, ez a szép környezet kialakítható legyen, amit nyilván lehet utána és kell is bővíteni, mert ugye ez a mű azért nincs meg ripsz-ropsz, tehát hogyha meg is kapjuk az engedélyt, akkor is hát nagy valószínűséggel ennek az avatása azért a jövő évben várható. Jó, köszönjük, ott leszünk. Jó, hagyd ne keresd a szavakat. Hagyja, persze, semmi gond. Természetesen ott vagy. Hát én szurkolok nagyon nektek, így. Hogy rádióval vagy rádió nélkül, az egy más kérdés, de magánemberként abszolút elfogott el az első sorban. Én közvetlen Terenc Hill mellett szeretném. Fehér lovon. Jó, na szóval, hogy zajlik a dolog, akkor nincs elengedve. Jó, ez nagyon jól hangzik. Odafigyelünk rá, és remélem, hogyha most ugye a következő dolog ebben az lesz, amikor megkapjuk a családtól, pontosabban a művész megkapja a családtól az engedélyt, és mindazok, mondom, akik ebben döntéshozatali
pozícióban vannak, ugye mind a művész, mind a adott esetben a rajongók, mind ugye a különböző olyan intézetek, amelyek ugye azért Olaszországgal szorosabb kapcsolatot ápolnak, azok azt mondják, hogy oké, akkor mehet a nagyon jó, bronz meg van már? Biztos, hogy ott valahol egy kallódó Lenin fej, vagy valami ott nálad a traktáron. Igen, és félig lever Sztálin szobor, vagy valami. Épül az öntöde, Oké, Péter, hát akkor örülünk, hogy újra beszéltünk, és akkor, ha van fejlemény, már ez azért nem megy gyorsan, akkor újra értekezünk. Jó? Nagyon szépen köszönöm, szép napot nektek. Na, aztán netezzetek keményen, tessék visszafoglalni Máté Szalkától az első helyet. Hát, jó, mondom, tehát itt most a kollégáimnak is ki van adva, meg úgy próbálom a városba is majd propagálni. Mondom, hogy itt sokan érkeznek a városba, hogy tessék szíves lenni az internetet aktívan használni. Vannak még itt szabad. Profi menedzser, vagy ha azt akarod, hogy a Color Fesztivált beszponzorálja a gatyán, akkor húzzatok bele. Igen. xxxq.com nagyon jó, gyerekek. Őrületes. Teljesen free. Ciao, köszönjük Péter, hello, Szitka Péternek, köszönjük szépen. Gazinc Barcika polgármesterének. Jól van, na, akkor zajlik a szobor építés. Nagyon jó. Ott leszünk. Találkozhatunk Terence Hill-el. Hát ha eljön. Szerintem biztos, hogy az eljön. Az menő lenne. Magány lenne. Na igen. 8:09 jövünk a hírek után. Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 8:03 pontosan, 2 perce, hello mindenkinek. Itt vagyunk, mérnek a rendőrök Celldömölkön, a Pápai úton egy öreg Ford Transitból. Újságos Ati küldte nekünk, egy öreg Transitban ülnek a rendőrök, Álca. Tényleg? Hát, hoppácska, lehet, hogy belül fullos. Hát igen, két bőrfotában hatalmas két kárpi szivarral üldögelnek. Így van. És rettenetesen PlayStation-nel. Igen, és rettenetesen csapatják a FIFA 08-at. Hát, ez érdekes, hát azért ilyen régi öreg Transitokban már nem nagyon szoktak, nem? A FIFA 08. Én azzal játszottam utoljára. Milyen tükrözi, hogy 2009-ben megszületett a gyerekem, FIFA 08 volt az utolsó, amikor én még egy PlayStation bajnokságokat rendeztem. És azóta ott kerreg egyébként. És ott még FIFA 08, azzal játszottam utoljára. Na, játszunk a kérdés, mit mond óra? Visszafelé beszélünk. Nézheb élet a szív. És hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez? Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol? Halló, jó reggel! Halló, sziasztok, srácok, Iblis vagyok, Albert Irsáról. Albert Irsa. Iblis? Iblis. Ja, Iblis, hello, Szilvi. Ciao, Szilvi. Hello, sziasztok, jó reggel. Hello, Albert Irsáról. Igen. Ott voltunk pékségben egyszer. Ja, és jó, nagyon szép kalácsot sütöttél, Balázs. Az a Balázs. Na, az a Balázs, hát annak igen, neve van, az egy nem egy Balázs. Balázs. Igen, Balázs. Levédetett brendet azóta. Balázs, így igen, igen. És mit csinálsz arra felém? Hát én egy hölgyek által igen kedvelt kozmetikai cég tanácsadónője vagyok, tehát én itthonról dolgozom. Wow, a hölgyek által kedvelt cég. Kozmetikai tanácsadó. De mit jelent? Elmegy hozzád valaki, és akkor elmondod, hogy száraz a bőröd, használ ilyen-olyan krémet? Pontosan, én megyek inkább hozzájuk. Tehát, ja, te mész hozzájuk. Igen, igen, és akkor ők megrendelik katalógus által, illetve az én tanácsaim alapján, hogy mit használjanak. Na, az jól az. Meg lehet ebből élni még? Hát, nekem hobbim is, munkám is. Igen, hát van, akinek jobban megy, van, akinek kevésbé, de én szeretem csinálni, és nagyon szeretem a hölgyekkel ezt a kapcsolatot. Megnyilván, hogy kell hozzá egy kialakult vevőkör, és akkor hát igen, egy picit ilyen bizalmi kapcsolat is. Igen. És akkor teleszegítek a kis kekszet, eltrécsisztek, kávézgatok, és közben meg. De mindenképpen kekszetet, semmiképpen nem, mit tudom én, pucolt karalábét, vagy nyers répát, mindenképpen kekszet eszeget? Szerintem zöldségcsipsz, ez nem passzul ez a munka. Mindenféle kekszet látsz magad előtt? Így van, jó, tárgyas koktélkréket. Igen, édesség, édes az élet, ilyenkor édeset kell hozzáfogyasztani. Édes. Na jó van, figyelj ide, város, híres ember és ezek vannak most. Igen, a tárgyat szeretném választani. Azt én elárultam egyébként tegnap. Bizony. Hallottad? Pont nem, hogy miért. Annyit hallottam, hogy a szólásmondásra beszéltétek rá a hölgyet, és nem tudom, hogy miért, mert pont nem hallottam. Igen, akkor?
Akkor a tárgya nehéz? Nem, az aha. Egyáltalán nem. Nem vagy híres nem. Ember. Ezt is meg ki fogok találni, mert Shakespeare az, tudod, az avoni hattyú. Shakespeare a híres ember? Jó, szerintem maradjunk a tárgyán, nagyon bízok benne, mert a tegnapi szólásmondást is kitaláltam elsőre, úgyhogy kicsit halkabban hallak benneteket, mint a rádióban, de azért bízok benne, hogy sikerülni fogatás. Ez a játék, ez nagyon könnyű. Mert csak most jobb. Igen, talán egy kicsit jobban hallak, igen. Még állíts rajta egy picit. Jani, kevert kettőt, a bal fülcimpáján húzott kettőt. Most? Igen, teljesen jó. Na, okay. Na jó. Indítjuk az órát, figyelj, fél percet van. Hallgass meg. Lána kaf. Aj, de könnyű. Aha. Mutatjuk még egyszer. Lána kaf. Fapanál. Ennyi! Ez az! Ezt én is nagyon kedvelem, mikor Viki mondja, hogy fakanál. Úgyhogy ez nagyon... Akkor neked kell főzni, esetleg? Ne! Így is értetjük, úgy is értetjük. Csak szép napokom. Jaj, annyira örülök, hogy sikerülnöm, és játszhattam veletek, szóval annyira izgultam, és úgy remegek, de hát itt volt mellettem a kislányom, és nagyon szép volt, értem. Látom, ennyi! Könnyű nálunk nyerni, hát remegés nem akadály, még hírszerkesztés lehetnél nálunk. Nagyon-nagyon örülök, hogy beszélhettem veletek, meg aranyoztátok a napomat. Jaj, hát most itt lennél, úgy megtökönyöznénk. Úgy vennék tőled valami szemránckrémet. Azt már nekem nem. Hát már minden. Nem, hogy miért? Vannak férfi dolgok is, tehát azért a férfiakkal is foglalkozom. Én mindig elmondom a gyerekek, tudjátok, én erre mit mondok, én nem hiszek a szemránc kémekbe, ezt mindig elmondom. 3 éve kerem a herémet. És semmi. Mégis olyan, mint a mazsola, úgyhogy... Akkor még ráncos fog maradni. Gyerekek, én nem hiszek a szemránc kémekbe. Jó, na ki kell tenni lassan a 18-as karikát. De hát ez nem belefér. Ennél kevesebb is kaptunk a büntetést. Régen könyvbe lágvattam az Erős Pistától, de... Ajaj. Na most már. Szilvi, küldjük az ajándékcsomagot, jó? Nagyon szépen köszönöm, és nagyon szép napot kívánok nektek. Volt benne rendület. Ah, biztos, hát figyelj, ehhez a munkakörhöz kell. A rábeszélés a legnagyobb fegyvere. Nem? Igen. El kell menni egy házhoz, és rá kell beszélni, hogy én vegyek meg egy krémet? Igen. És akkor állati táskával az ajtó előtt is, amíg nem engedem be, addig ott jössz körül. Viszi a termékeket, általában az ismerősöket keresnek meg, vannak takarítószer. Ez egy elemrendszer? Azt nem tudom, hogy magad alá szervezele. Azt nem tudom, hogy van ilyen is. Emlékeztek, amikor bejött az MV, és ügynökök csöngettek, és akkor mondták, hogy ugyanazzal mossák fogat, amivel tisztítod az edényt, mert ez jó edénytisztító, fogmosó, linoleum tisztító, mert akkor mindenhol linoleum tisztító. Körömgombát is elmullasztja. Körömgomba és a kilincseket is nagyon fényes. Azért nehéz volt eldönteni, hogy most tényleg egy minőség van mögötte, vagy pedig egy humbug. Azért ez a kozmetikai cég, ez jó. Ez jó, itt jó termékek is vannak. Figyelj, én fogadmostam vele, hogy olyan porcelán fogaim lettek, igaz, hogy az ínyemet felmarta. De azóta is hófehér. Masszív insorvadás van, érted, mert nem kellett volna egy edénylemosóval fogadmost, de azt mondták, hol fogad is. Mi beöntöttük a konyszekrém mögé, és hazavágta a csótányokat. És álltak ilyen rosszul öltözött, egy számmal nagyobb zakóban, izzadó, szemüveges. Szerintem jól öltözettek voltak. Bácsik, és fura arankák, és hozták az MV cuccokat, emlékeztek? És zaklattak lépcső az embereket, hogy vegyél edényt. És mindenféle fokozatokra hajtottak, meg mindenféle ilyen jelvényekre, meg az a film, meg Diamant, meg nem tudom, ilyen brilliáns, és akkor is felvázoltak ilyen karriermodellek. Hát az volt az első, magad alá hozol, akkor már te is ilyen fokozatú leszel, és minden vásárlás után 1%. És aztán elégedett arccal beszálltak a Skoda favoritjukba. Hát legalább hát mondja, hogy hát azzal indultam, most már érted, Bentley Continental GT-vel rohangál az összes MV ügynök. Az összes nem is, de aki időben belépett azért. Ha időben beléptél azért ott egy kis Alóaverába, egy kis MV-be, akkor azért... Igen. Ott azért jutott fagyira való. Igen. Maradt is fagyira való. Nem kellett egy év után visszavinni a leasingelt autót. Igen, nem emlékszem. Nem rossz, csak itthon rontották el valahogy, ahogy bevezették, nem? Még nagyon fontos az, hogy... De amerikai rendszer maga az emelem, nem egy hülyeség. Minőségi termékek vannak mögötte, akkor azon nincsen igazából probléma. Hát csak egyre kevésbé van. Vagy egy csomóját ismersz, olyan sztorit, amikor viszont még a termék is rossz volt. Tehát nem elég, hogy bepalisztak, hanem valami rosszat is vettél. Én voltam egyszer egy MLM cégnek egy előadást tartani. Te tartottad? De nem az MLM-ről, hanem így a pozitív gondolkodás, mert a tudatosság. Aha. Kértek egy ilyen 50 perces előadást, de már fogalmam nincs, hogy mit árultak.
megfogott nagyon. De nem léptem be, tehát nem voltam soha én is MLM ügynök, csak elmentem. De már valamit árultak, ilyen nem tudom mit. Nem is emlékszem, amit árultak. Edényeket? Nem, valami meg kellett inni, és akkor jó lesz. Jó. Oh. De mindenkinek? Ja, nem, megvan, tudom mit árultak. Hát a pálinka, megiszod, jó lesz. Nem, ilyen vegyszermentes samponok, ilyen vegyszermentes tusfürdők, ezeket árultak. Ja, hát az... Egyébként nem volt, az is, hogy amerikai cuccok voltak, nem voltak rosszak. Na jó, van, nézzünk gyorsan egy-két közlekedés írt. Hajdú Nánásnál az M35-ös pályán vigyorgó rendőr készít fotókat, mindenki integessen neki. Dri vigyorog, jó kedve van. Sopron Amerika Győri út felé haladókat, Lidl áruház közelében. Mérnek a rendőrök? Lidl. 4-es út 199-es kilométerén a Budapest irányában van egy trafi. Azt nézem, hogy Kovimi 77 küldte nekünk. Mondjátok meg, mennyibe kerül ez a bögre, mert inkább megvenném. Nem lehet megvenni. Nem, megcsinálhatnánk ilyen merchandisingot, meg webshopot, de nem akarunk keresni. Hülyék vagyunk. Igen. Azt ajánljuk egyébként, mert ezt nem intézzük azt a webshopot, meg nem igazgatjuk azt a honlapot ebben a tekintetben legalábbis, úgyhogy hogy hát inkább, vagy hogyha van időtök, türelmetek, hosszú távon gondolkodtok, vannak perspektívák az életetek, akkor rendeljetek. De gondolsz, hogy a webshopunk, igen, mert ez működik? Gyors. Figyelj, ez működik? Hát szoktak jönni levelek, hogy rendeltek tőlük. És? Hogy ám még bírják célnával, mert de, 2014 októberig adták föl, hogy hát a karácsonyra kell várni. Nem úgy van az, hogy jó, hát ez ezek egyediek. Most gyártják őket, faragják ki. Na, egy nagy darab porcelánból. 3 perc van pontosan, 8 óra, jövünk a ide. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 8 óra után vagyunk pontosan, 9 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt, drága hallgatók. Ismét apa lesz Mick Jagger, most látjuk a híreket. Hát hány éves ez a Jagger, gyerekek? Nem tudjuk. 70. És hány gyereke van már összesen? Hát van elképesztő. Hát ez hihetetlen. A Káldi már képes krónikában írtak róla először. De komolyan, mert most mondják újra Jaggeret, hogy 73. születésnapját ünnepli a Jagger. Baromi jól néz ki, tehát jogázik, táncol, énekel, szóval hihetetlen. És az az, amit mondjuk itt korábban az egyik hallgatón kapcsán mondtunk, hogy vele is bulizni fog még a gyereke. Az biztos. Igen, még 90 meg. Éves Mick Jagger simán az első van. Buliára elkíséri a 70 éves korában született gyerekét. Elpusztíthatatlan. Tehát, hogy azért most pont egy olyan felvétel megy a tévében, ahol táncolni láttuk. Hát ez egy jellegzetes, hát ez csak Mick Jagger táncol így, meg egy picit próbált meg annak idején Novák Péter, de neki nem jött annyira össze. Igen, még az Aranyláz zenekarban. De hogy egyébként az emberbe hihetetlen vitalitás. Hát van, 73 évesen apának lenni, azért az bevállalós, nem? Hát. Érted? Azért ott a gyerek balagását már nem biztos, hogy megéred, de hát nézd, első pár benne. Év. Tessék? Ő még hisz benne. Én arra sem emlékszem, hogy együtt voltunk, nem hogy terve. Hogy volt is valami. Ki vagy te? Az anyja, te hülye. Nem ismersz meg. Kislányom. Igen. Kislányom, átjöttél a fedet fel. Nem, a lányod vagy a kislány, én vagyok az anyja. Tudod. Igen, az anyja. Na. Vagyok a gyereknek. 73 évesen, hát az... Bátor. Valami sok gyereke van már. Majdnem minden nőnek csinált a gyereket. Tele van gyerekkel. Azoknak is, akiket nem vett feleségül. Akiket nem annyira vett feleségül, oda is azért elpottyantott egy gyereket. Hát igen. Nyilván pénzügyi gondja nem lesz a gyereknek, de hát azért ennél több a szülői felelősség, hogy akkor apa nélkül nő fel, vagy sem, vagy nem tudom, úgy gondolták, hogy már nem lesz belőle gyerek még egy... Hát... Aztán így sikerült. De lehet, hogy egyébként simán pörgeti. Őt pörgeti ez valószínűleg. Ja. Hát meg mondjuk valószínűleg, ugye nem úgy értettem. Tehát, hogy egyébként meg azért van is miből eltartani a gyerekeket. Hát egy hihetetlen gazdag, nagyon jó menő zenekarról van szó még mindig, úgyhogy... Azt írjátok már meg nekünk, hogy mi ez az óriási lángcsóva Dunakeszi határában. Ez látszik Mogyoródról, látszik a Megyeri hídról, küldtek nekünk hallgatók fotót, Ákos mindjárt mondja, hogy ott szerintem valami ég.
De nem azért mondom, de szerintem ott valami kigyulladt. Jól mondom? Szerintem te jó vagy, ha láncsóba van valahol. Várjál, még nem vagy beadva. Most? Ja. Igen? Most. Pedig elmondtam a lényeget, akkor sziasztok. Hello, köszönjük. Jól sejtem, hogy ott valami ég? Valami ég. Igen, mondtam. Jani is mondta, hogy azért nem mindenki megy az ország egyik legismertebb műsorvezetőjének. Csak gyerekek, az, aki itt, meg tudja. Hát van itt Gógyi, hát látok egy láncsovát, mire kell gondolni? Hát nyilván valami ég. Ennyi. Hát nem, hát most komolyan. Hát milyen lennél, nem jutottál volna el idáig. Hát ha nem lenne agyam, nem ülnék itt. Kérdezzetek. Hát elértem a katasztrófa védőt. Na, és mitől azt mondták, hogy keresem a MOL-t, ugyanis az ő gáztelepükön ez egy úgynevezett irányított fáklyázás, ami történik. Tehát sok a gáz. Félni, nem baleset történt, hanem valamilyen gázos. Sok a gáz a MOL-nak, és ezért elengedik. Meggyújtották, elengedik. Most nem várja, mi van. Pedig exportálhatnánk. Pedig el is adhatnánk. De hát itt tartok, tehát most tettük le a telefont, googlizzátok meg, hogy irányított fáklyázás. De az miért van? Mondom, hogy csak mondom, a gáz nem tudja ott tartani, kiengedni. Nem, jó, csak azért kérdezem, mert mit tudom, olyan konkrétabb, hogy mit tudom, katasztrófavédők napja van, és akkor nyársalnak. Nem, mert hogy ez igen, nem... Igen, flekkeneznek a Molnár. Nem lehet. Igen, céges parti van a Molnár, és csinálják a saskikot. Mert Ákossal találgatunk rá. Ráteretek 6000 engus marhát. Igen, fölöpek 4 kube marhát, és most ez sütik, kerti parti van. A Mol vezetőségénél kerti parti van. Vagy azt hittük, hogy elirigyelték a Korea rakéta kísérleteit, és mi is beindítottunk egy programot, csak még egyelőre az irányt nem sikerült megtalálni. Tolóerőkkel lefelé ment. Hát ez a helyzet. De rettenetesen komolyan néz. 30 kilométerről is látunk néhány képet fönt az Indexen, és megtöbbentő. Tényleg ilyen zsana. Emlékeztek a zsanai gázkitörésre még gyerekkorunkból? Úristen. Igen. Vagy írja valaki, ez egy Charmander lehet. Úgyhogy nem menjetek el befogni. És ott van egy brutál nagy Pokémon. Fogjátok be. Charmander. Tényleg. Így, ahogy le van írva, úgy ejtjük direkt. Charmander. Ő a legesleg, aki elejti. Az a legnagyobb. Ő neki ég a farka? Neki a Charmandernek. A Charmandernek ég a egy nagy farkú Charmander. Egy nagyon nagy farkú Charmander a Dunak veszi. Megindultak a Pokémon vadászok elejteni. Ahhoz képest, hogy ilyen öregek vagytok, rengeteget tudtok el a Pokémon-ról. Igaz? Persze, hétfőn hazajöttünk és kipróbáltuk. Én egy napot Pokémonoztam. Érettek vagyunk. Napot Pokémonoztam, aztán felnyársaltam magam egy villanypásztorra, egy drótkerítéssel és egy vaskerítéssel, úgyhogy hagytam a Charmandert a vadidegen kertben, lemásztam a kerítésről és eljöttem. De tök fontos szerintem, hogy az ember tényleg így napra kész legyen. Érted? Haladni kell akkor, tudni kell mindent az aktuális dolgokról. Úgyhogy nézzétek meg, mi a fákjázás. Figyelj, és ezt úgy kell elkezdeni, hogy a katasztrófavédelemtől utána oda megy majd egy hűváló ruhába egy ilyen ember, és akkor egy ilyen hatalmas nagy kereket elforgat jobbra, és akkor így eltűnik. És akkor üvöltnek, Béla, még nem sült meg a saslik, ne csináld már. Nyitott banknót! Ja, mondom balra! Igen. És két utat szállít, hogy kigyúlott. Béla kicsit rossz irányba tekerte a korban. Jobbra nyit, balra zárt, te barok! De várj, a gázpalaszt ne fordított mellett van, tudod. Mit? Hát de náluk így van. Hát azt mondtuk, hogy balra. De tényleg, te azt hogy nézed webkamerán? Milyen technika van? A szemeivel. Mit nézi? Hát mondom, hogy valami jég. Ott látszik, tehát már egy már élő videó mutatja az Index egyébként, hogy de ez egy ilyen 50 vagy 100 méteres lángoszlop. Tehát az gyorsan megsül az a kis... Hát az szép. Gyerekek, az nagyon gyorsan megsül. Az komoly. Az komoly. Mi az Index a szerkesztőségi ablakból ad videók közvetítés? Nem, a videót adnak. Hát nagyon jó. Ilyen virág, hát mindenhol ott vannak, igen. Tüzelnek a lányok a fóti szemét égetőnél. Takarítják a gázcsövet. Tényleg, igen. Idén az olimpiai láng. Igen, hideg van, futamból írja valaki. A legenda igaz, tényleg meggyulladt a lápukhiz. Valaki kipróbált egy bakdezodora. A Fekete Laci tett egy próbát egy bakdezodora. Igaz-e, hogy tényleg kigyulladt? Az ott a lángol keszi. Mondjátok meg nekem, most komolyan mondom, hogy... Jó. Hogy rabolták el Bernie Ecclestone anyósát? Azért erről beszéljünk. Ugye nehéz, mert fogunk ezzel kicsit viccelni, de nem magával az emberrablással, csak megpróbáljuk rekonstruálni az esetet. Meg jó, elképzelni. És egy anyós elrablását azért abban a néven benne lett Bernie is. Egyrészt azt gondolom, hogy Bernie-ben nyaki benne van, igen. És hogy valami brutális váltságdíjat követelnek, tehát a mamának minden esélye megvan arra, hogy életben marad, mert hogy 36 millió dollárt követelnek Bernie-től.
36 millió dollár. Tehát ki valami nem tudom hány ezer milliárd forintja van, ha a fontot átszámoljuk forintra, tehát a világ harmadik, negyedik leggazdagabb ember. Tehát a 36 millió dollár egyébként nem annyira sok. Tehát nem fog neki nagyon fájni, ha ki akarja egyáltalán fizetni a mamáért. Hát, mennyi 36 millió? Nem vérokon. Csak forintosítsuk, hogy jobban értsük. 1 millió, 300 millió. 10 millió, 3 milliárd. Tehát akkor én így számolok. Akkor 30 milliárdot kérnek. Tehát akkor 30 milliárdot. Már valami éggel is magasra adtad egyet. Én lassan számolok. 1 millió dollár, 300 millió forint. 10 millió dollár, akkor az 3 milliárd. Tehát akkor az 9 milliárd. Aha. Jó, most aggódjunk egy kicsit az elrabolt anyósért. Jó, aggódjunk egy kicsit az anyósért. Ennyi pénzem, mit csinál? Jó, számolok, hogy 9-10 milliárdnyi forintot követelnek a mamáért? Igen. 36 millió dollár. 36 millió, hát azon nagyjából jól számolok, nem? 1 millió 300. Én hagynám a fenébe. Igen. Igen, azért 9 milliárd. Nem, a mamára. 9 milliárdért. Vicces. Hány éves a mama? Mert ugye tudjuk, hogy Bernie bácsi már nem fiatal. De Bernie bácsi egy olyan lányjal él. Matematikai fakultás itt most. Hány éves a kapitány? Hány éves a mama? Vagy? A 36 millió dollárt kérnek érte, és Brazíliában rabolták el. Hány éves a mama? Jani? Szóval persze nyilván az ügy komoly, meg magán nem az emberrabláson röhögünk, meg nem az, hogy elrabolták. De hogy szúrják ki Bernie-ek lesz szól anyósát? Egyen, honnan tudják, hogy ő az anyósa? Tehát egy brazil csajjal él együtt, és egy nagyon helyes fiatal lány egyébként, hát, akivel Bernie együtt van. Nagyjából fele annyi idős, mint Bernie. És a Bernie felesége nagyon jobban van az anyjával. Tehát megnézték, hogy ugye ott ők közösen posztolnak, hogy anyák napjára is posztolt a Bernie felesége. Ő egyébként a harmadik felesége Bernie-nek, és São Paulo-ból rabolták el. Na hát, igen, ráadásul. De hát egy olyan környéken, ahol azért lehet... Középosztálybeli negyed, azt mondják, igen, hogy ez viszonylag biztonságos környék. Viszonylag van a hangsúly. Igen. A viszonylagosan de van most a hangsúly, jön az olimpia. Azért rengeteg fegyveresőr van, itt a golyóállom mellényben mászkálnak az emberek, az üzletemberek, tehát hogy azért ez egy olyan környék, ahol nem először fordulnak elő ilyen. Hát a Jensen Button-t is megtámadták, ugye Bernie-t is megtámadták, már levették az óráját, nem tudom, hogy pont Brazíliában történt, tehát egy Bernie már átélt egy ilyen támadást. De akkor hogy van? Tehát mamát elrabolják, ez a klasszikus, berángatják egy kocsiba, aha, elviszik, majd felhívják Bernie-t, hogy hi Bernie, nálunk van a felesége, de mi a menete? Hogy csinálják ezt? Technikailag ez hogy néz ki? Hát amikor legutoljára raboltam anyót, akkor úgy csináltak, hogy... Gondolkoztál azon, hogy anyós rabolsz. A Brazíliában az mindennapos, hát ezt ti is meséltetek róla, amikor arra jártatok, hogy a piros lámpánál például úgy állsz meg, hogy biztos, hogy zárva van az ajtó, mert föltépik, igen, az ajtót, kiszednek belőle, és nem csak, hogy a kocsit viszik el, hanem téged, és te vagy ugye a válság, akiért pénzt követel. Na, nem mondom, hogy szerencsénkre, de mi voltunk egyébként São Paulo-ban. Voltunk São Paulo-ban. Ugye pont akkor veszítettem el az útlevelem, ügyesen. És be kellett mennünk ugye a városba. Be. És ügyültem az neked. A város félelmetes. Tehát, hogy bementünk, és mindenhol szöges drót, mindenhol fegyveresőrök, mi voltunk egy bevásárlóközpontban is, ott, ahol a magyar konzulátus van, minden sarkon, minden lépcsőfordulóba ott állt egy fegyveresőr, akkor is. És az egész város egyébként tényleg olyan volt, hatalmas négysávos autópályán, de két oldalt olyan házak, hogy komolyan, mintha a két perccel azelőtt rongyolt volna át egy ilyen, nem tudom, ilyen apokalipszis az egész városon. Szerettem, mikor bemondtad São Paulóba, repültünk át Iguaçuba, mentünk a celebre, hogy akkor most, igen, van egy kis baj. Hát a legjobb hely, ugye? A tehát a Brazília gyors, így van, gyors az ügyintézés. Egy ilyen sötét füllet irodában egy reptéren két nagyon marcona reptéri alkalmazottal, akik egy rohadt szót nem beszélnek egyébként angolul, és próbálod megmagyarázni, hogy akkor most valaki valahol vagy vigyen el egy követségre, ahol Janinak csinálunk egy útlevelet. Na ez az, ami sansztalan. Tehát effektíve 10 percig ment a magyarázás, hogy nincs útlevél. Majd akkor mondták, hogy akkor fogj egy taxit, menjél be São Paulóba, aztán old meg, gyere vissza, csak ott tovább tudsz repülni. Picit elkeseredetten lépsz ki a São Paulo-i reptéren. Nagyon magányosan, ketten ott Janival mentünk. Jani ott kapaszkodott, mint Mici Mackó belém, ugye nem lesz baj, Bali, ugye nem lesz baj. Kicsit aztán segítsek. Hárman azonnal fegyvert fogtak ránk, tudod? Nem lesz baj, nem lesz baj. Praktikus ötlete volt, mert a jegyzőkönyvben egy csomó olyan dolgot is bediktáltunk, ami nem történt meg valójában, mert a Balázsnak a javaslatára beleírtuk azt is, hogy ellopták a pénztárcámat. És visszaadták a lóvét legalább. Hát én mondom, figyelj, látod, ha pánikban van, akkor jól összekapja magát. Megoldom, a maximum, két nap múlva indul a forgatás, én tovább repülök, Janit leadom egy ilyen csomag megőrzőbe, 6 hét múlva felveszem. Mi volt? Piros.
kijelző. Nem, tudod, gyorsan kell mondani. Talpikke, mondom, ezt én intézem. Milyen szép, piros, mennyi volt benne, 30 dollár, ennyi volt, annyi volt. Mondom, adjuk a részt, úgyse lesz meg. Csak föl kell venni egy jegyzőkönyvet, mert azzal mész be a São Paulo-i követségre. És képzeld, hogy megkaptam volna. Tudod, ilyen piros női pénztárca 30 dodóval. Rózsaszín pénztárcán. Ebben ugyan 200 dollár van, és nem piros, hanem rózsaszín, de ez volt, ez persze. Most mi van, ha visszatér a bőrén, nem akar fizetni? De mikor azt mondja, hogy ő nem szereti az anyósát. De szereti. Igen? Aha, jóban vannak egymással. Na jó, oké. Okay. Hát értjük, hogy szereti, na de nem azt mondom, hogy a lányval jóban, tehát hogy a felesége van jó az anyjával. Ezért 36 millió dollár. 9 milliárd forintot egy anyósért, na. 9 milliárdot kérnek egy anyósért. Hát akkor majd elkezdik majd győzködni különböző testrészekkel. Eljut odáig a dolog egyébként, vagy eljuthat? Nem tudom, mennyire megbízható a brazil posta. Én nem tudom, hogy fölismerném az anyósom fülét. Például. Igen, hát küldhetni bárki is lehet. Gyerekek, brutál, hogy szemös van. Jó, nem, egyszer, nem rajta röhögünk. Nem, nyilván nem, csak próbálják helyzetet elképzelni. Ez bárki füle lehet. Igen. Bárki, tehát hogy a fenébe van ez? Még most lesz a riói olimpia. És az ember ablak beszélgetnek, az egyik nagyon szorítja a fejét oldalon, és mondja neki a másik, hát hozzá ez nem. Lehet, hogy a másik. Az anyós fülét nem vághatjuk le. Hozzá. Gyere ide! Gyügy! Macsétával, tedd a borítékba! Hozé nagyon vérzik! Te csak tavaly óta vagy tagja a szervezet. Hozé nagyon vérzik, Bernie pedig visszaküldi. Mit megismernétek egyébként? Hát nem ismered meg. De hát fogom. Nem? Sincs. Megkit a Bernie hát, nem, hogy érkezik egy kis új hely. Nem mondom meg. Jó, de hogyha én benne a mamának van... minden év megismerem. Én ugye nem mondom mama? Meg, hogy, meg, hogy, hogy, hogy valójában. De hogyha benne van egy fülbe valamit tőled kapott karácsonyra? Hát az már úgy igen. Mivel egyébként a Bernie raboltatta el? Hát, és megy a brutális színjáték. Mert a kisége volt a mamából. És aztán feleznek. Ő lebiztosítóztatja a mamát. Kifint két hétre. Yes. Na. Mutatom, magánrepülőgép eltűnik két hétre, bejelentjük, hogy magát elrabolták. Ja, hát és egyébként el tudsz tüntetni egy csomó lóvét. Ja, hogy úgy csinálsz, mint a kifizetnéd. Mint a kifizetnéd a pénzt. Egyébként nem rossz. És akkor leírhatod az adódból? Igen. De vagy ez hogy van? Hát nem tudom. Ha anyós rablás van, azt leírhatod az adódból? Nem tudom, hogy válság. És a mama meg valami luxus apart, mama mulatja az időt. Mama, van kábel tévé? Itt van a Skandinál rejtvényed? Skandi rejtvényed. Klíma van a szobában. És van digitévé. Nagyon fogja szeretni. Mama, két hétig ne vegye fel a telefon. Most elraboljuk. A minimál fel van alásszal. Hát ez egy szörny. Itt nincs más, csak hogy fizessél. Hát szóval, igen. Hogy itt az a bőrnének bőrni nyilván kifizeti. Csak egyébként mi a garancia? Igen, vár a túsztárgyalok meg azt biztos, mondják, hogy a hivatalos, a rendőrség azt mondja, hogy ne fizess. Tehát, hogy soha ne fizess, hanem várd meg, amíg ők elvégzik a munkájukat, és akkor ők majd előkerítik a szerettedet. Az a baj, hogy félelmetes, tehát, hogy nekem van egy olyan ismerősöm, aki Venezuelában élt nagyon hosszú időn keresztül, és ő mondta, hogy például ott az emberablás az olyan szinten a napoknak a része, hogy meg se, tehát, hogy nincs semmiféle megrökönyödés, amikor hazamész, és bent találod éppen azt a feleségedet, akit elvettél, tehát a feleségedet bent találod a konyhába, ahogy kávézgat néhány emberrablóval, akiknek a hátán mindenféle ilyen kalasnyikovok vannak, kavargják, és jöttek a pénzért, amit azért fogsz kifizetni, hogy ne vigyék el a feleséget. De barátságos, mert megszokták. Olyan, mint, hogy havonta, két havonta jönnek. Még szerintem most a hír hallatán egyébként nagyon sokan vettek repülőt a brazil olimpiára az anyósuknak. Menjen csak, mama! Mama! Ez az én ajándékom. Egy van. Ismereltesse sokáig, érezze jó magát. Az úszóstadionban mindenki belátogassa rá. De gyalog menjen. Igen, gyalog menjen. Szép a környék. Én voltam Rióban egyébként, és ott tényleg elmondják, hogy ez az utca még jó, az az utca már ott már nem jó. Tehát a Copacabanán, ahogy mész, kettő utcával még párhuzamosan mehetsz a Copacabanától, négyen már nem nagyon, mert nem biztos, hogy kijössz. Nem jó oda bemenni. És akkor mész a Copacabanára, ott nem bántanak. Van egy másik nagy strand. De ha kettővel lejjebb mész, azt már mondta a taxis, meg az idegenvezető, hogy ne nagyon. Három-négyel meg egyáltalán nem, mert onnan meg már biztos, hogy nem jössz ki. Vagy csak darabokban. Szóval, hogy na, nem, ez Rió. Rió is ilyen. Kéz a kézbe mentünk. Igen. Futva közlekedtünk. Lehetőleg egyszer gatyában, meg strandpapucsba, hogy lássák, hogy nincsen nálad semmi, amit érdemes elvinni. Igen. Jó. Fölhívjuk. Azért egy vesét akkor is lehet. Fölhívjuk Tarjányi Pétert, csak mondja már ennek. Hát, ha benne van ebben. Egyrészt, hogy benne van el a kezel. Így van. Nagyon fontos, mit tud az ügyről. Mennyi pénzt kap érte. Nem, egy ilyen valódi túsztárgyalás egyébként hogy zajlik. Tehát én átutalom a pénzt. Mi a garancia, hogy megkapom az anyost?
Semmi. Semmi. Vagy elküldik semmi, az anyóst, akkor már nem kell elküldenem a pénzt. Vagy úton van a pénz, közben úton van az anyós. Hát vagy ez vagy a cseresznek a felé. Nálad a pénz, megfúrsz a anyós kezét. Teszem le a zsákot, igen, és rántom az anyóst ki egy sötétített mikrobuszból. Tehát azért ez nagyon kemény. Tedd le a pénzt, leteszük az anyóst. Nem, nem, tegyétek le az anyóst, leteszem a pénzt. Mm-hmm. Akkor jó, akkor tegyük le egyszerre. Jó, rajta! Háromra. Döbbenet egyébként. Ezért ez nagyon durva. Itt van velünk Tarányi Péter. Hello Péter, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hallom, már nagyon benne vagytok az ügyben. Nagyon. Igen, hát boncolgatjuk azért, ez mindenképpen borzolja a kedélyeket. Nyilván próbáljuk egy kicsit oldottabbá tenni a dolgot, és a humorosabb részről megfogni már nem magát ezen ügyet, csak hogy zajlik. Mert természetesen mi is azt kívánjuk, hogy éppen sértetlenül egészségesen legyen meg a mama. Ilyenkor ki tárgyal? Bernie tárgyal, vagy Bernie helyett a rendőrség tárgyal? Hát változó, általában van mert kiképzett szakember, akiket a rendőrség delegál, és nem egy embert, hanem többet. Tehát nyilvánvalóan van az, aki a konkrét tárgyalásokat folytatja, de az ő háttértevékenységét egyáltalán azt, hogy milyen lehet az elkövető, és ott így a telefonbeszélgetés alapján egy ilyen gyors analízist felállítson, és ezt rögtön leírja, vagy ott csúsztassa a konkrét tárgyalónak. Tehát azért mellette két-három ember dolgozik. Tehát tárgyaló mellett két-három ember dolgozik. Ilyenkor ez egy team. Azt mondják, ez az ország történetének legmagasabb váltságdíja. Tehát soha senkiért nem kértek ennyit. És lehet, hogy elírás? Én azt gondolom, hogy ez egy eléggé komoly és súlyos bűncselekmény. Egyrészt azért, mert Brazíliában nagyon komoly szervezett bűnözői csoportok dolgoznak, és az alapján, amit itt az összegben láttam, én azt gondolom, hogy egy ilyen szervezett bűnözői csoport, tehát akik ilyenre szakosodnak, tehát ilyen emberrablási témára szakosodnak, hajtotta végre az akciót. Olyan a támadott személy is, hogy pontosan tudják, tehát Bernie Ecclestonról tudható azért komoly erőket tud megmozdítani a világban, és adott esetben ilyen magán titkosszolgálatokat is, tehát az, hogy egy ilyen szervezet bevállaljon egy támadást, akkor pontosan tudják, hogy előbb vagy utóbb azért ilyen fejvadászok felbukkanhatnak, és elkezdhetik őket keresni. Tehát azért mondom azt, hogy én kicsi esélyt adok arra, hogy ez egy ilyen pillanatnyilag jó ötletnek tűnő valami, és akkor elkezdte csinálni egy helyi kis csapat. Én azt gondolom, hogy emögött egy komoly brigád áll, és hát erre utal a magas pénzösszeg is, hiszen nyilvánvalóan egy ilyen akciót egyébként nem tudom, hogy mennyire tudjátok, de az emberrablási ügyek a legbonyolultabb bűncselekmények. És nem csak azért, mert hogy ilyen magas váltságdíjak vannak, és ahogy előbb beszélgettétek, hogy akkor hogy lehet ezt átvenni. Itt rengeteg mozzanat van. Tehát van egy nagyon komoly felderítési, információgyűjtési rész. Van egy akció rész, tehát amikor elrabolják azt a célszemélyt. Aztán utána, ahol a legtöbben egyébként megbuknak, maga a bújtatás és az ott tartása az embernek. Ennek kapcsán is rengeteg információról kell tudni. Például arról is, hogy vannak-e betegségei, milyen gyógyszereket kell biztosítani neki, ugye itt egy idősebb hölgyről van szó. Tehát hát nyilván cél, hogy életben maradjon, persze, mert akkor kapnak pénzt, nem? Így van, és hát utána van az, amit előbb eljátszottatok, hogy hát valahogyan meg kéne ejteni ezt a cserét, és hát végül, de nem utolsó sorban el kéne tűnni. És ez négy olyan mozzanat, ami egyébként más bűncselekményeknél nincs meg, mert a legtöbb bűncselekménynél van egy akció és eltűnés, ennyi. Itt van a bújtatás, a tárgyalás, a konkrét átadás átvétel, majd az eltűnés. Tehát itt ez egy bonyolult. Igen, ez nem egy, hogy mamát lerakom egy piros telefonfülkénél, majd te rak be nekem, ha nem tudom, a kopakabára mellett találtok is. Nem fog működni. Szemetesd be a pénzt. Itt ugye, amit meg kell érteni, nyilvánvalóan nem táskázás fog történni. Uh-huh. Igen, tehát ekkor összegé nehéz. Hát nyilván igen, itt utalás történik, persze. Az ilyen, hát, bocsánat. Igazán ugye azt felejtik el az emberek, tehát a filmekben, és akkor adj 5 millió dollárt. Most 5 millió dollárt, ha megnéznénk, annak a súlya 50-60-70 kiló készpénz. Tehát ezt hogy adod át? Tehát érted, beszéltétek itt, hogy kirakom a táskát, hát srácok, akkor hajrá, ki lehet állni. Lehet edzeni előtte, hogy hogyan szabadgáltok. Ilyen hülye meg elkezdi húzni, igen. És használt 5 dollárosokba hozzák. Igen, apróban, nem fénypénzbe. Fénypénzbe kérem, csak apróban. Nem mondtad, hogy milyen címlet legyen.
tesó, és egy ilyen ismert személy esetében, mint Bernie Eccleston anyósa, előfordulat az, hogy ha nem fizeti ki a pénzt, akkor valami baj is történhet a mamának. Meg gondolom, hogy ha kisebb áldozatról van szó, vagy kevésbé ismertről, akkor ott azért megtörténnek ilyenek. De itt például bemernék ezek az emberek vállalni azt, hogy adott esetben meg is ölik a mamát. Hát a szorulahúrok elképzelhető. Ennek két része van, így van. Tehát van az egyik, amikor a tárgyalás, és ezért kell nagyon-nagyon óvatosnak és profinak lenni a tárgyalói csapatnak, mert abban az esetben, ha megijednek az elkövetők, tehát most gondold el, hogy úgy kell tárgyalnod, hogy biztosítod egyrészt azt, hogy maga a folyamat menjen egy olyan irányba, hogy megtörténjen a csere, és eközben ne sérüljön az, akit ugye elraboltak, de közben szerez olyan információt, hogy az akciócsapat, az ütőcsapat föl tudjon készülni, hogy ezeket az elkövetőket elfogja is. Ez egy ilyen nagyon-nagyon borotva élen táncolás, mert hogyha megijednek az elkövetők, több ilyen esetet ismer egyébként a kriminalisztika, akkor van olyan, amikor megölik az elrabolt személyt. Igen, nem várják meg a pénzt, hanem szorul a hurok és menekülnek. És inkább eltűnnek, nem merik felvállalni ezt a kockázatot. Hát akkor ennek nagyon kevés viszonylag az esélye, hogy ez szerencsés kimenetelű legyen, nem? Változó, tehát van a legegyszerűbb, amikor egyszerűen azt érzik, hogy megoldhatatlan helyzet elé kerültek, és van olyan, amikor egyszerűen elengedik. Nem ezzel mondtam előbb, hogy aki szelet vet, vihart arat. Tehát pontosan tudják azt, hogy ha itt baja esik a hölgynek, és a tárgyalások ellenére, akkor egyébként az ilyen gazdagabb emberek pillanatok alatt találnak Dél-Amerikába, de egyébként a világ más részein is olyan fejvadász csapatokat, akiknek ha kiadnak egy ilyen megbízást, azok addig fognak menni, amíg ezeket az embereket meg nem találják. Ezzel a bűnözők egyébként tisztában vannak. Tehát veszélyes egyébként egy bizonyos szint felett megtámadni ilyen nagyon-nagyon gazdag embereket, mert egyszerűen presztízs kérdést csinálnak abból, hogy soha többet ne fordulhasson ilyen velük elő, és esetleg a médiában. Igen, hát az se jó fizet, mert ha fizet, akkor meg két hét újra kitalálják, hogy a lányát rabolják el, a feleségét rabolják el, tehát nyilván az se jó végkimenetel, hogy le lehet gombolni Bernie-ről 36 millió dollárt. Nagyon gyorsan, nagyon könnyen. Így van, tehát ezért mondom azt, hogy itt a tárgyaláson van nagy hangsúly. Óriási a nyomás most egyébként szerintem a brazil rendőrökön. Próbálják kisakkozni, kitárgyalni, elmagyarázni azt, hogy ha meg is kapják a pénzt, akkor sem lesz ennek jó vége, és én azt gondolom, hogy a fő tárgyalási irány az, hogy egyszerűen engedjék el, tehát, hogy felejtsük el egymást, tehát, hogy ez egy fő irány. Ti arra, mi erre, és akkor nem lesz van, és hogy egy ilyen két élő ez a dolog. Nagyon kemény. Elképesztő. Nagyon kemény. Igen. Tudjátok, mit csináltunk mi? Erre voltunk Bernie Eccleston anyósát. Hát nagy bajba vagytok. Igen. Hagyjátok, a hülyék tudták. Te hülye. Ez Bernie anyós. Basszus! Urány csak... anyja, kettővel arrébb a két barom. Mondtam, hogy ne a C-be menjél, hanem az A-ba menjél, te barom. Hát ez a Bernie anyós, a hülye vagy. Én azt gondolom egyébként, hogy ennyire, tehát a tévedés nem áll fel. Ne, nyilván humorizálunk, persze. A másik oldalról azt kell látni, hogy az információ gyűjtésben, tehát az, ami felé most nagyon megy a nyomozás, és ez is egy bukás egyébként általában az emberrablás ügyeknél, mindig van idegenvezető, most idézőjelben. Tehát van egy tippadó, egy olyan személy, aki ismerte a hölgynek a mozgását, a családot, a szokásait. Tehát nyilván csak annak kapcsán érted, hogy tud, hogy milyen gyógyszereket szed. Tehát valaki belső ember kell. Most tehát a rendőrség se figye. Tehát ilyenkor világgyorsan végigpörög azon, hogy kik lehetnek ezek a személyek. Én magam is voltam egyébként olyan emberrablási nyomozásban így ütőcsapat oldalról, ahol láttuk azt, hogy a nyomozók végigpörgették, hogy ki lehet a tippadó, és amikor meglett, egyszerűen, vagy hát meglett egy gyanú, több ember kihallgattak, és végig tudták gyorsan pörgetni, hogy kinek adta le a tippet, és miközben a tárgyalás folyt, az emberrablók nem is tudták, hogy már egyre inkább szorul a hurok, mert hogy lehetett tudni róluk, hogy kicsodák ők valójában. Hát kíváncsian várjuk a folytatást. Reméljük, hogy a legjobb dolog kerekedik ki ebből. Hát így legyen. Kevés az esély, de hát jó lenne azért. Hát szerencsés kimenetelű lenne, és elengednék, vagy előkerülne valahogy, igen. Reméljük. Lehet, hogy egy hét múlva Bernie Eccleston fog majd váltságdíjat követelni az emberrablókért, akiket elraboltak. igen. Sorry lenne. Ha Bernie-vel összeveszel, érdemes elnézést kérni tőle, nem? Igen, nagyon gyorsan. Egy SMS-t azért külön lehet küldeni, hogy bocs, Bernie. Remélem érted a húpot, szerintem inkább érdemes. Köszönjük szépen, hogy elmondtad, érdekes volt, köszi. Ciao, Péter, köszönjük, hello, Tanyányi Péternek köszönjük. Akkor szépen. Most az én anyósomat például, a drága mamát Isten ments, hogy elrabolják, de ha mégis... Mennyi pénz az, amit kifizetsz érte?
nem erre. De csak itt komolyan kérdezem most. Tehát van az az összeg, amire azt, van az az összeg, amire azt mondod, hogy ez már nem éri meg a, az anyós, vagy, vagy most ugye, tehát hogy, hogy azt mondjuk, hogy 50 millió elgondolkozol, vagy eladod a házat, és kifizeted az 50 millió. Most gondolj a lakásra például, ami még mindig nem a tietek, de 30 milliót fogsz érte fizetni, majd a futami dövé. Hogy akkor a mamáért mennyit fizetni? Hogy mennyi az az összeg, amit valójában kifizetsz? Hát de miből? Egy csodálatos személy. Egy fantasztikus nő. Az, de ha nincs miből... Ha nem lenne feleséged, ha nem lenne feleséged, nem lenne két gyönyörű szép gyermeked. Jó, jó, de ha nincs miből, hát soha nem kerültél volna a sztoriba. Mert úgyhogy van egy határ, vagy megmozgatsz minden nyelv, függ, hogy milyen viszonyban vagy az anyósoddal, nem? Jóba. Én, a mama. Én az ezüstét készletemet szívesen adom. De most ugye az a nagy kérdés, hogy mi a jó lépés, hogy szólsz a rendőrségnek, vagy azt mondod, hogy kifizetem, és adják vissza. Hát igen. Hát szólni kell a rendőrségnek. Igen, hát. Mégiscsak profikra kell bízni. Hát persze, meg akkor nem kell fizetni. Én elmegyek a Blahára, Népszi az utcába, átveszem az anyós szadat. Lerakom a Meki mellé a kukába az 5000 eurót. Na hát rukkolunk bőrének nyilván. Természetesen, azért ez egy kemény, kemény dolog. Kíváncsi várjuk, hogy mi lesz. Szóval 5000-et fizetél az anyósodért? Tessék? Ezek szerint? 5000 eurót. Hát mennyi van most rá? Vettem egy sajtbucit reggel, megjön. Hát bocsánat, mindegy, még a fele megvan a Túró Rudinak. Cserpes Rudi, azért az a fele nem rossz. 9:06 jövünk Ákos híreit. Open your eyes. Time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim. 3:49 lesz pontosan. Egy perc múlva mindenkinek. Hello. Balázs, anyusod nálunk van, 15 millió forintot vagyunk hajlandóak fizetni, ha visszavisz. Esetleg meg tudjuk fejelni egy wimbledoni teniszbérletet. Kóza morzsa. Kóza morzsa. Kóza morzsa. Óriási. Kóza morzsa. Ők a kóza morzsa. Nagyon veszélyesen hallottam róla. Hírek, hogy mandáról van szó. A kóza morzsa. Rettehetősen kegyetlenek. Bőrni anyósa csak valami izgalmasat kér szüli napjára. Bőrni most is nagyvonalúan kitett magáért. Én az Amárdi kalandparkba vittem volna mamát a helyében, ez Jerry küldte nekünk. Hát volt az a film, az a Michael Douglas-es film. Sean Penn, Michael Douglas. Zseniális. A játszma. Játszma. Amikor ugye hát a tesó megszervezi. Fú, nem mondd el. Mit? Mert lehet, hogy még nem láttam. Mit? Hát volt egy ilyen film, hogy Ben Hur, meg volt egy csillagok háború, egy nagy szőrös ember. Aki még nem buki, félig ember. A filmet az most Jézus fogja Isten. Be a fülét, vagy tekerjen el, az jó, nagyon jó kézzel volt egy 86-os mexikói VB is, ahol 6-0-ra kikaptunk. Hát annak sem mondjam, hogy megnézhetik a meccset. 90-es években egy film. Na most már tényleg. Nem mondom el a végét, csak annyi, hogy ugye hát tulajdonképpen egy... Na most már mindegy, akkor hogy mondjuk, bekavartál. Ennyi. Mi? Tönkretetted a sztoriát. Ott is ilyen elrablós Michael Douglas, Sean Penn, és elrabolják a Michael Douglas. Igen. És aztán erre utal az SMS írója, hogy kiderül, hogy az egész csak egy ilyen kis... Na de most lövöd le a végig. Napig kis ajándék. Na, aki gyerek, aki nem látott egy 20 éves filmet, az már nem mondja, hogy spoiler, jó, ezek tényleg. Szóval most, de jó, ha most elmondanám még a Star Wars 7-et, azt mondom, oké, meghal Han Solo, de hogy azért... Mert... Most elmondtad! Jó, aki eddig nem látta magára vesse. Mert ha ott a slusszpoint lelőd, akkor már lelőtted az egész filmet. Tehát, hogy ez nem egy ilyen sok csavaros történet, hanem csak egy nagy csavar van a végén. Jó, akkor most lelőttem egy 20 éves filmet. És mi van ezzel a Ben Hurral? A Ben Hurral. Nekem az is új. Elfújta a szél. De azt most újra forgatják, hogy forgatták, igen, de hogy minek. Én az elsőt nagyon szerettem. Mármint az első klasszikus, a Charlton Hesztonosat. Fú, de jó film volt. Mi van, Bernie? A Balasi moziban láttam. Jézusom. Ha Bernie eljátsz a tűzben edzett férfit, és váltságdíjat levadász mindent, tehát erről beszéltünk ugye Péterrel is, hogy simán lehet, hogy majd brazil fejvadászok levadásszák ezt a kis bandát. Igen. Hát, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy Berni mit csináljon. Tehát most mi van, akkor mondjuk mi együtt élünk, ketten, Feri, de mondjuk én nő vagyok. Csak egy helyzet. Mégis hála jó Istennek, legalább én maradsz a végre, marcsik. Na, végre nő vagyok. Például sokkal egyszerűbb történetet is kitaláltál volna. Nem, nekem ez tetszik így jó. Igen, együtt élünk. Együtt élünk, én vagyok a te feleséged. Igen, hazaérek. Elrabolják az anyámat. Ja. És ha megpróbálsz engem meggyőzni, hogy nem ér annyit az anyád. Mert hogy te nem akarod kifizetni, mert én azt mondom, hogy te fizess ki, mert te vagy a család hát kereső embere. Ugye nálunk. Adja 30 millió forintot, tehát neked van mondjuk 20 millió a bankba, összegyűjtötted, és a saját gyerekének akarod adni. Egyébként se vagy jobb az anyámmal. És azt mondom, hogy létszi, szerelmem, fizess ki. Érted? Nem egy közben... mámensó, ezt most tényleg adjátok elő. Most hazajön Feri, egy hosszú, fárasztó nap után elhozja a táskát, felrakja a kabátot a fogasra. Te kiszaladsz a konyhából, a kis előkétben, ami úgy néz ki, mint egy Dávid szobor. Kicsi. Igen, erre voltak az anyámat.
Fennellónit csináltam a kedvencenek. Fennellóni. Na érted, hogy ez érdekes helyzet. Na jó. Oké. Okay. Bezártuk. Ezt igen. A témát. Jó. De mi folyik Dunakeszin? Mondjátok meg nekem, hogy azt a gázt, amit most ezt elégett a MOL, ezt miért nem tudják odaadni grátis fűtésre télen? Azért, mert nem tudom, hova adod, de nyár van, nem és lehet tárol. Igen. Mert csak ilyet, hogy megrendeltek. Megrendelt gázégetés zajlik a MOL-nál Dunakeszin. Irányított fákjázás. Irányított fákjázás, elégetnek egy csomó gázt. És Jani azon bosszankodik itt, hogy miért nem volt. Nyomják bele a kis lőrinci kazányába, érted, a kis szónerdüvájába, hogy 13 évig ingyen fűtessen a bojlert, meg a melegyen melegvizet, hogy miért nem adják ezt oda valakinek. Ezen bosszankodsz, nem? Hát most mert nem tudják odaadni, mert a gáz az nem olyan, hogy leteszed a sarokba, és nem kér enni, hogy viszel nájlon zacskót, és neked beletöltik. Hát a gázzal nem lehet. Tele van a tároló, a MOL-nak a tárolója, meg mindene tele van szegénynek már, nem tudja hova tenni a gázt. El kell égetni, vissza nem küldheted, hát a vezetéken vissza nem megy, hogy a föld alá, ahonnan kifelé. De fura nekem, hogy ez egy olyan. Milyen fura? Olyan olcsó, de hát ha... Több jött át. Nem szóltak. Igen, például az volt, hogy megrendeltél egy gázmennyiséget, igen, vagy kitermeltél egy gázmennyiséget, és közben valami oknál fogva hamarabb tavaszodott, kevesebbet fűtöttünk a télen, érted? Ma marad gáz, de... Akkor az elfüstölik? Hát muszáj elfüstölni, hát nem tudsz vele mit csinálni. Ha tele van a tároló, nincs a kapacitás, akkor azt nem engedheted ki a levegőbe csak úgy. Akkor oda megy egy ember öngyújtóval. Hát van egy csomó tárolójuk, azonban nem lehet el... Tele van! Érted? Hát vagy a nyugdíjasok hosszasság a kis plotán után palackjukat, és akkor álljon egy millió nyugdíjas, és töltsék bele mindig. Kívánat, egy tízes propán után. Hol a Kovácsék, ott kell lenni a listán valahol a nevemnek. Tehetnék már töltötteni a propán után palackot. Hétvégén jönnek az unokák flekken. Segítjön el egy kicsit fölrakni hátulra a csomagtartóra, mert ez a rugós rész, ez elgyengült. Miért nem ezt csinálják? De 10-12 év alatt el is égetnék azt a mennyiséget, amit egyébként bele lehet tölteni palackokba. Nem mindegy. Hát érted, és így mindenki ennyi gázt, amit nem is lehet tárolni. Érted, nem is biztos, hogy lesz a Paks 2-ben. De biztos megvan ennek azért az oka, nem? Hát csak úgy véletlenül. Nem szoktak irányított fákjázást művelni a MOL-nál. Nem értem, hanem, hogy nincs jobb felhasználása ennek, arra gondolok. Csak tehát, nem hogy... egy tárolót! Mondta Gyula, az kinyitotta a gázcsapot, Józsi meg rájújtott mellettem. Nem, mert meggyújtott. De, hogy nem, nem, a nyuszi vagy. Én vagyok a nyuszi, akkor ezt figyelj. Nem mert dohányozni a kút mellett. Igazából semmi nem történt, Józsi rágyújtott, és most ezt nyilatkozom, hogy irányított gázégetés közben, csak Tibi elszívott egy mezitlába szintén. Most őszintén, hallottatok már ilyenről valaha? Hogy irányított gázégetés? Igen, mert hogy, tehát hogy azért, ha lett volna, mondjuk az elmúlt 46 évben Dunakeszin irányított gázégetés, aha, biztos hallottunk volna róla, hogy láttam volna az újságba, vagy a tévében róla valami felvételt. Egy csomó helyen van ilyen. Érdekes, hogy tényleg mennyire mások vagyunk. A pulzusszámom nem ver egy fél fokkal többet, se gyorsabban emiatt az irányított gázégetés miatt. A Jani fél órája itt ugrál az agyunkon, hogy miért nem palackozzák azt a gázt, és mi ez a felelőtlen pazarlás. A könyvelőm Dunakeszin lakik, te személy! Mi többet, hogy belobban? Így van, féltem Erzsikét. Miért nem értékesítik? Miért nem? Így van. Miért nem adják el? Aha. Még egyszer kérdem, ha erre magyarázatot adtok, hogy adja el a gáz? Hát vezetéken. De valahol. Nem tudja! Hát tele van! Minden tele van gázzal! Érted? Nincs több helye a gáznak. Jó, én hiszek neked, Feri. De Feri. Nekem most ebben nincs több. Hogy viszed el? De akkor eddig hol tárolták, érted? Ez már jön, ez a plusz, ami bejött. De miért nem mondják azt, hogy ne jöjjön? Mert nem tudja. Hogy elvtárs, stop. Hát de fog a határnál egy ilyen nagy kereked. No gáz! Elzárja, és nem jön több. Nem jön a stop tábla. Majd utána kimegy zöld tábla, és akkor jön a gáz. Hát nem, ez nem ilyen egyszerű. Ez csak Dunakeszin azt mondja valaki, hogy baj van. Igen, túltágult a tartály. Túlfolytunk, Béla, túlfolytunk. Ja, igen, én hívom őket, Lajos, ne foglalj. Hívd a zöld számot. Csak küldik ezek a ruszkik, hát az eszem megáll. És egyszer csak túl megyünk. Hát egy tényleg. Ugye mennyi minden nem tudunk az irányított gázégetésről? Hogy azért ez is egy külön. Jaj, nem kell több! És csak gáz, jön, és... vissza! Így van, és átintegetsz Ukrajnán. És csak jön, igen. Azt érve ki, hogy a rossz gázokat égetik el.
Vannak rossz gázok, meg jó gázok? Rosszul viselkedik. Ma is szerintem sok jogázó van, abszolút. Hát sokan jó. Vannak rossz gázok, meg vannak a astanga jogázók. Igen, de a rossz gázok azok mindig meghúzódnak itt. Na tessék, itt írják, hogy szennyezett vagy rossz minőségű a gáz, el kell égetni. De hát ég. Egy csomószor a MOL irányított fáklyázást csinált már. Csak te nem tudtál csak róla. Ja, ja, mert a Balcsi felé néztem. Nem szóltak neked, hogy készítsd a kis kazánadat, nyomunk bele egy kicsi gáz térre. Na mutatjuk, mi a beugró ármas ugrása. Jó, figyelj mindenki! Nem nehéz. Ennél könnyebbet... De könnyű. Ennél könnyebbet nem is tudunk mutatni. Kettő darab dalcím, kettő darab előadó, írjátok meg, jó? Hogy kit hallottunk, mi volt a dalcím, mert minden jó nekünk, ha szeretnétek ármas ugrás játszani. A rossz gáz nem melegít? Én mindig kiadom magamból, úgyhogy én nem hagyom, hogy a maghőmérsékleten felmenjen, úgyhogy én mindig szabadulok a rossz gázoktól. Nem jó, mindig van egy belső szelepem, a szimmering már nem úgy zár, ahogy régen, de... Nem a föld alól jön, de... Régebben azért szorosabban zárt, most már azért így lazább van. Egy kicsit, de még azért oda tudok rá figyelni. Így van, tiéd is fosszil is eredetű, de... Azt mondja, hogy a hőmérséklet növekedés miatt nagy a nyomás a tárolóba, na. És így csökkentik, írja egy hallgató, aki nyilván nálunk sokkal okosabb benne a témában. Nem, csak odafigyelt a fizika órán. Igen, tehát hogy megnő. De ezt mi is mondtuk, hogy megnő a térfoglalat, és akkor egy picit így kiengednek. Kipöffentenek belőle. Kipöffentenek belőle. De jó nagy, mindegy. Na, Karolj, elő. Állítólagosan egy új hírrel foglalkozunk majd, a hírek után képzeljétek el, hogy feljelentik a tini lányok a buszsofőröket, ha nem szexelnek velük állítólag. Még én sem értem teljesen a hírt. Micsoda? Vonalcicáknak hívják azokat a 17-20 év közötti lányokat, akik kifejezetten buszsofőrökkel akarnak ismerkedni és szexelni. De a buszsofőr a szexi? A buszsofőr trendi? Trendi lefe, mert akkor viszont most menjünk. Ha még fölvétel. 17-20 éves csajoknak az most a happy-ük, hogy buszsofőr. Igen, ez az tehát állítólag... ez nem a buszsofőrök ellen szól, de hogy ez a heppet, hogy egy buszsofőrrel... Én ebben az első mondatot nem értem, hogy jelentesz fel valakit, ha nem akar veled szexelni. Tehát mi a feljelentés tárgya? Hát feljelenti egy buszsofőrt, mert nem akar velem szexelni. Lehet, hogy megcsavarja a dolgot, és pont ilyen szexuális zaklatást kerekít ki belőle. Aha. Tehát ha nem akarsz velem szexelni, akkor azt mondom, hogy rám repültél. Ja, értem. Ők a vonalcicák, ebben vonalcica. Akkor így van valami 17-20 év közötti lányok, akik kifejezetten erre szakosodnak, ha lehet így mondani, hogy buszsofőrökre mennek rá, és az a trendi, ha velük létesítenek mindenféle egyéb kapcsolatot. Hát, de az jó, és a várja, és jó a buszon kérdés. Kell. Mennyi ruhapénzt kapnak? De, de figyelj, de a buszon kell a éves megtörténni a szexnek, vagy elmész a buszsofőrrel haza, vagy pont az a lényege, hogy te mit én a buszjáratot. A csuklóban? Igen, a csuklóban. Na, érted? Hát, jelentkezzen már egy buszsofőr, aki elmondja, hogy mit csinálnak ezek a lányok, hogy állnak oda a busz ajtaja mellé, vagy a vezető fülke ajtaja mellé, mit mondanak, hogy kínálkoznak föl. Egyáltalán miről szól ez az egész? Valaki segítsen nekünk ezt a jelenséget egy kicsit jobban megértetni. Hogy mit csinálnak a 17-20 év közötti kamaszlányok, akik felkínálják magukat buszsofőröknek. Hát totálisan beteg egyébként, nem? Igen. Az egész világ egyre betegebb. Hát szörnyű. És miért rekesztik ki a villamos vezetőket, a trollibusz vezetőket és a fogaskerti? Hát, megfogtad a metró. Igen. És közben azért is félelmetes a dolog, hogyha elutasítod őket, akkor ráadásul még ugye fel is jelentenek. Azon címszó alatt valószínűleg, hogy te zaklattad őket. Na hát csak van olyan buszvezetőnk, aki volt már hasonló helyzetben, hogy kikezdett vele egy fiatal lány, odaállt, beszélgetett, megpróbálta vele felvenni a kapcsolatot. Jelentkezzetek már SMS-ben, csak visszunk meneteket, mondjátok már, hogy mit csinálnak ezek a lányok. Jó? Hogy kell egyet elképzelni? Tehát az emberek az esze megáll. Látod, már megvan a BKK-s ellenlépés, a 4-es metróban már nincs sofőr. Nincs gyakorlatilag. Igen, de megdöbbentő. Tényleg megdöbbentő. Na, várjuk a jelentkezéseket. Jó, mi pedig jövünk Ákos idejük. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után 9 perccel itt vagyunk már is. Hello mindenkinek. Drága hallgatók, még mindig be van borulva az ég, legalábbis itt Budapest felett, de hétvégére állítólag már jön a napsütés és jön a meleg. Gyerekek, mondom, DJ ott Ibizán van. Tehát nincs,
nincs az ez ő keze benne, nem ér el idáig a keze, DJ Oti Ibizán mulatja az időt, pihen egy kicsit, elvonult, a tömegtől visszavonult. Ibizára? Ibizára. A tömegtől? Nem ad, a magyar közönségtől, úgy értem, ott kevésbé érik el, nem ad autogramot, nem fotózkodik, és visszavonult, és egy nagy területen, egy csendes házikóban. Tengerre néző házikóban pihen Ibizán. Nem én voltam. Gyakorol az őszi klubszetre. Így van, most rakja össze. Most rakja az őszi tracklistát, gyakorol, mixelget, pihen, kicsit feltöltődik, úszik. Ez most a zenei szerkesztőnk volt. Ez a zenei szerkesztő volt, így van. Így van. Így van. Kicsit slágeresedünk, de... Hát jó, most ennyi. Jó, bonanza. Hát jó, bonanza, reggel egy jó meeting úton. Régi maszos borítékot, és az egyikből ez esett ki. Még, igen. Szeretettel Ákos, Léci, adjátok le az első Maximát felirattal. 1987, szeretettel Ákos. Szeretettel Kovács Ákos, Hauber Zsolt, Léci, adjátok. Ungaraton a felidó. De fura. Ilyen bélyek már nincs. Mi lett? De jó dal. Ilyen bélyek már nincs. Nézzél van rajta. Kádár János. Szóval nem DJ Oti vagy, gyerekek. Nem DJ Oti vagy. Én mindig azon gondolkozom, hogy a Hauber Zsolt egy picit elfárad. Hát így lelassul a végére kellemesen, igen. De jó kis dal egyébként, nincs vele baj. Jó volt. 35-ös úton Sajószögeden most állítják a trafit, gázos küldte nekünk. M5-ös 42-es Kecskemét felé, a felüljáron trafi Budapest felé vezető oldalon, a 44. kilométertől 3-4 kilométeres torlódás útépítés miatt. Köszi, hogy elküldtétek. Aztán... Köszönjük szépen, mindent tudunk már a fáklyázásról. Még mindig így zsibbasztja, Jani, azt a zene alatt megőrülök. Igen, hogy hallott egy... görényezés, úgy hívják, hogy görényezés. Azt írta valaki. Megőrülök. Hát sok okosságom mondom, egyébként. A fúzusom nem ment. Arról beszélgetünk a Zsüllel, hogy miért nem egy hőerőműben égetik el. Jézusom, hagyjál már neki hozzá már. Akkor beszélgessetek 10 után a Zsüllel, kimentek a büfébe, vesztek egy kávét, azt megbeszélitek. Hát nagyon. Whatsappoljatok, vagy messengerezzetek, vagy nem tudom. Viberezzetek, ahogy szoktad mondani. Egy jó cikoria kávé mellé. Két autó ütközött az M3-as bevezető végén, az úszodánál alakul a dugó, ezt pedig Vera küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, egészen érdekes elméletek látszanak kibontakozódni azon témában, amit ugye feldobtunk itt a hírek előtt, hogy állítólagosan vannak olyan tini lányok, akik feljelentik a buszsofőröket Magyarországon, ha nem szexelnek velük. Vonalcicának hívják őket. 17 és 20 év közötti lányok. Kifejezetten buszsofőrökkel akarnak ismerkedni. Az egész sztori annyira bűzlik valamitől. Azt hittem a vonalcica call center-es. Miért nem hihető az, hogy valaki egyszer szexelt egy buszsofőrrel? Volt már, én hallottam. Annyira jó ilyen volt van neki, hogy ilyen elindította van ezt a kezdeményezést, hogy hogyan tudsz a csuklós részben egyet kufircolni. Szerintem szexelnek a buszvezetőkkel. Érted? A villamosvezetőkkel is. Na. Azzal, aki reggel elhúzott előttem. Az biztos nem. De mondanád, hogy kivel szexeljön. Ez kamú, persze. El tudod képzelni, hogy ott állnak a lányok 17-20 évesen csinosan, és kicsit a levedlet sötét nadrágos, kicsit pocakos, fehér, rövidű inges buszsofőrök. Igen, az egyenruha szexi. Léci, tégy magad évá. Hát azért ezt én nem tartom elképzelhetően. Ikarus kitűzős, azt elfelejtettem. Ikarus kitűzős, igen. Menőbek Volvos. Szóval, hogy ez valahogy nagyon nem stimmel. De hát kértük buszvezetőket, hogy írjanak, vagy telefonálnak, hogy lehet ebben a történetben valami, mert nagyon kamu szagúnak történik ez, vagy tűnik legalábbis ez a történet. Mert én most tervezem tényleg, hogy megcsináltatom a jogosítványt, tehát hogy mondjuk én csak kis motorra terveztem, de akkor csináltatok egy ilyen PÁV 2-t. Nézd, ott állnak a 17-es lányok. Ezen múlik. Ülsz egy kis sötét kép nadrágodból, sokkal a szövet nadrágodból. A 17 évesek egy év múlva majd csörögjenek újra, vagy jöjjenek, látogassanak meg a járatomon a 69-esen. Azt tudom, hogy a csajok bolondulnak az egyenruhás pasikért, az oké, de hogy azért, ez így azért nehezebb. Meg a kaland, hogy a busz buszban. Hogy a buszban történik? Igen, mert hogy a hír az úgy szól, szerintem, ha jól értettem, hogy ugye nem csak, hogy a busz sofőrrel kell szexeljél, hanem a buszban kell megtörténjen. A végállomáson, a pihenő időben? A végállomáson, vagy teljesen abszurd. Ha nincs, miért úgy nem izgalmas? Kézzel már kihívás. Megállsz a bosnyákkal, és akkor átesed a táblát, hogy hetes gyorsos, sima hetes, addig izé. Behúzod a függönyöket. Van még? Az távolsági volt. De igen. Szerettük. Beászod a csuklóba átra, igen, és akkor ott, igen, és akkor ott megy. Itt van egy hallgatónk. Halló, jó reggel. Halló, halló, sziasztok. Szia, hello. Cica vagy? Hello, morning show, igen, buszsofőr vagyok. Ja, na, egy BKV buszsofőr. Így van, ez nem egy rossz sztori. Tegnap délután hívott a barátnőm, hogy
Mi van? Mik történnek ott nálatok? Na, mert ti is olvastátok akkor, ugye ez a bulvárban hát, jelen meg nemrég, igen. Nem én olvastam, a barátom olvastam a Facebookon, így van. És felhívott, hogy mi ez a műsor. Mondtam, elkezdtem nyugtatgatni, hogy figyelj. Értékeny volt kicsit? Kicsit köhögött. Hát egész pontosan ez így történt, kicsit, hogy borcos volt a hangja, hogy mik történt neki. Na most ez azokban a szakmában, akik úgy emberekkel foglalkoznak, megtörténik, de megmondom őszintén, hogy én nem ma kezdtem ezt az ipart, ez nem az a sport, mint ahogy le van vázolva ebbe a cikkbe. Na várj, te mióta vagy buszsofőr? Hát most már 10 éve. 10 éve? Hát te mondhatni akkor tapasztalt buszsofőr vagy Pesten? Mondhatni Pesten? Talán, igen, persze, Pesten. Így van. Kicsi így van, nagy csuklós. Igen, ebben sorrendben. Kicsi nagy csuklós, hát végigmentél. Így van. Na. És megmondom őszintén, hogy egy az, hogy a járművezető állománya rendesen 50 fölött van. Tehát 50% ilyen megfáradt öreg emberekből áll, azt kell, hogy mondjam, eléggé levahatszó a társaság. A másik része az, hogy nem mondom, hogy ilyen nem fordult elő, de hogy ebből sportot üznének, az úgy, ahogy van hülyeség. Nekem az a tippem, hogy ugye kezdődik a metrópótlás, és ide érkezik Budapestre 150 busz. Na most alsó hangon kell ide 400 sofőr. Ja, várjál, de most jövök veled a történetben. Tehát te azt gondolod, hogy ez egy ilyen kis konspiráció, tehát hogy ugye leállítják a hármas metrót, amit buszokkal kell pótolni. Jól értem? Jól értem. És kell 400 buszsofőr. És ez a mézes madzag. Tehát kvázi a BKK felröppentett Facebookon egy ilyen hírt, hogy 17-20 éves lányok áldogálnak az ajtóba, aha, ha eljössz buszsofőrnek. Balázs szenzációs, nagyon jó érte. Aha. Tehát már nem elég vonzerő a ruhapénz meg az éves bérlet. És bedobták ezt a csalit, hogy figyeljenek föl rá 25-30 éves srácot, és jöjjenek buszsofőr, mert itt aztán kasza van. Mekkora csalódás lesz, mikor 26 nyugdíjas felszámolják a blaháncsot. Egy az, hogy a Jani, úgy tudom, hogy a Jani sokat BKB-zik. Jani egyedül, igen, ő BKB-zik sokat. Tehát Jani, akkor te tudod a közönséget, hogy az 50%-a nyugdíjas. A Jani mindig megáll az ajtóba, csak hátrébb küldik, hogy te már nem vagy vonalcica, Jani, ülj le, légy szíves. Így van. Tehát a trekkerrel a Marika néni esetleg kikezdve a buszsofőrre, nem hiszem, hogy egy nagy élmény lenne. Szóval én szerintem itt ez van a háttérben, hogy nagyon-nagyon kell a buszsofőrnek. Én mondjuk az Józsikám, ma is hoztam túrós tepertőt. Na, körülbelül. Tehát van úgy, hogy a túrorudi Petre Zsajánnál. Szóval akkor ezt kiadta a BKK, vagy ő röpenthette föl Facebookon ezt a... Balázs, én nem tudom, hogy ezt kiadta ki. Tetszik az elméleted, én szeretem az ilyen összeesküvés elméleteket. Én szerintem itt ez van a háttérben, semmi egyéb, mert számos szakmában, tehát a vendéglátóban is, tehát akik... Hát bárhova lehet állni, persze. Akik emberrel foglalkoznak, azok találkoznak. Nyilván vannak olyan lányok, akik utaznak a buszsofőrök, én nem mondom, hogy nem. Én nem találkoztam ilyennel, biztos, hogy van ilyen, tényleg nem tudom, hogy nem. De hogy ebből a tini lányok sportot üzdének, ugye, hogy ez, ugye mondom, hogy valami nem stimmel ez a líre, tehát ez nagyon árnyi. Ez a cikk, ez erről szól. Igen. Na és neked volt már valaki, hogy odaállt? Azt mondtuk, hogy nem fordult. Soha? Nem, pedig nem vagyok egy rossz arc. Tehát nem volt ilyen. Minden alkítiségért mondom, hogy... Most már azért régóta utazom, kicsit kezdeményezhetném, mert 3 éven van. Olyan májas hurkát vettem, Zsoltikám, el sem hiszem, de ebből a kicsit több neked. Szóval soha semmi? Na most soha semmi. Aha. Na most jönnek a nyugdíjasok, és beadják a kis almát, a szőlőt, vagy egy túrorút, az egy más dolog, de van, hogy itt a tini lányok utaznak ránk. És tényleg 400 sofőr kell majd a hármas metrót kiváltani? Hát Balázs, számoljál. A 150 busz jön, ugye? Na, abból csak baj lehet. Igen, azzal nem biztos, hogy jól kérsz. Abban nem vagyok erős. Vagytok hárma, Feri, Jani, Balázs, ott vagytok hárma. Mm-hmm. Igen. 150 busz. Na most arra kell egy délelőtt műszak, a 150 ember. Így a 150 buszra kell 150 ember. Van a délutános műszak, az már 300. És hol vannak a szabadnapok, meg a szabadságok? Tényleg 400, kijön. Iszonyatos sofőr tömeg kell oda. Tehát 400 sofőr alsó hangon, Balázs.
Az még gombozból is sok. Bizony. Ugye? És akkor ebből lesz óriás plakát? Hogy gyere BKV sofőrnek. Hát igen, és nem jók a bérek, valahogy akkor csábítom a ketten. Ja. Tökre értem, hát iszonyat munkaerőhiány van, de ez nem csak a buszsofőrök, hanem az egész országban hallani, hogy nincs szakács, nincs pincér, nincs buszvezető, hát nem tudom, olvasom egy cikket, hogy 150-200 ezer ember azonnal tudna kezdeni bizonyos országrészekben meg. Tehát, hogy elképesztő hiány, emberhiány van. Hát de miért nem csinálok reklámspotokat akkor, a ilyen miniszoknyás lányokat, hogy csavargatnák a pólójuknak az alját, és közben, hogyha rágoznának, és akkor mégsem várunk rátok a békát. Hát figyelj, ez a hátulról... És elpukkantanak egy kis... Ez a hátulról mellbe sokkal jobb, sokkal több ember fölkapja a fejét erre, mint a potekba megcsinálják, érted? Igen, jó, azért mondom, hogy valahogy kacsaszagú volt ez egy. De hát jöttél, te Zsolt, és azonnal felkapcsoltad nekünk a lámpát, és fény gyújtottál az alagútban. Ma melózol egyébként? Nem, szabadnapos vagyok. Szabadnap. Mennyi szabadnapod van egy héten, vagy hogy néz ki egy hete mondjuk a buszsofőrnek? Hát ez változó, de általában mi is ugyanazt a törvény szerint, a munkatörvénykönyvben megvan adva, azt a munkaórát dolgozzuk le, tehát semmi extra, aztán ha kevesen vagyunk, akkor mit tudom én, rá lehet dolgozni egy kis túlórát, túlnapot, ebből van egy kis túlpénzünk, de nekünk is be kell tartani nyilván a vezetési időket, és... Mennyi most egy nettó körülbelül, csak egy kíváncsiságból egy buszsofőrnek? Tehát mi az, amit hazaviszel? Hát figyelj Balázs, az... Máshogy van egy éjszakás, máshogy van egy nappalos, mást kap egy délutános. Tehát én azt mondom, neked olyan 150-től egészen fölmehet, ez 300-ig. Ugye aki ott van, mit tudom, 20 éve BKV-nál, és éjszakás, és csuklosra jár, hát az simán megkeresi a 3-350-et. Viszont ha tudod a BKV-hoz, és megkerül egy délelőttös műszakba, kevesebb órabérrel, az mit tudom én, egy 140-150. Tehát ez óriási a szórodás. Hát 150 plusz a csajok, ugye? Ja, hát igen, összecsörök, igen. Zsoltikám, jól van. Tök jó. Igen, tök jó, egy kafetériában így melegítem. Zsolti, köszi, hogy elmondtad nekünk. Na, jó titeket hallani. Köszi, ciao, szia. Szia, hello, köszönjük szépen, ciao, ciao. Hát igen, azért a 150 kezdő azért az nem túl acélos, nem? De magában nem. Bizony, nem csábító. Nem, igen. Na jó van, játszunk. Egy jó kis hármasugrást, már itt is van a hallgatónk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Hello, Imre? Imre, igen. Hello, Imre! Szia, Imre! Mennyire hasonlít a hangod? Zsolt, az Imre, honnan hívtál minket? Hát elvileg Debrecenből, de most Székesfehérváron egy benzinkút. Ilyen gyorsak vagytok? Igen. Elvileg Debrecenből, de most Székesfehérváron. Debreceni vagyok, és most Székesfehérváron vagyunk egy benzinkút. Hát akkor onnan hívsz, akkor Székesfehérváron hívsz. Igen, itt a származásos kicsit minden egyébként. Igen. És mit csináltok ott a benzinkúton? Várakozunk. Mire? Olaszországban megyünk nyaralni. Nagyon megyünk, hasonló, azt mondom, hogy 10 percig nem jött ki a budíról a rohadt életben. De tényleg, mit csináltok? Ment nyaralni, mentek tankoltok, megálltatok? Így van, nyaralni megyünk Olaszországban, most megálltunk tankolni, megválni a másik kocsit. Azt a minden is! Na és hova lesz az út? Giulianova. Giulia mamát, nagyon-nagyon jó, Giulia mamának, Giulia mamát, meglátogatjuk mindig Giulia mamát. Püspök falatja. Merre, segíts egy kicsit, merre mentek? Giulia mama. Oké, hogy megálltok Giulia mamát, de hogy... Oké, de hogy ez... Hol lakik? Giulia mama, hol lakik? Ciao ragazzihoz képest, ez merre van? Olaszország. Jó, de hogy mit tudom, lejjebb, Róma, egészen... Rómával pont szemben. Na, látod, itt alulműveltek vagyunk, segíts egy kicsit. Azt már be tudjuk rakni valahova a térképet. Emporium mellett közvetlenül. Igen, hát akkor ez egy hosszabb út azért. Így van, 1400 km. Az kemény. És mit csináltok, mennyi időre mentek? Városnézés, tengerpart? Hát csak tengerpart, vasárnap már jövünk haza. Csak pizzázunk és jövünk haza. Így van. 1400-et mentek, egy kicsi tengerpart, és már vasárnap indultok is. Így van, így az azért rövid kis túra, de bevállalósabb vagytok. Hányan mentek két autóval, azt mondtad, hány ember? Öten. Két autóval? Két autó, igen, mert hát az egyik valaki busz, nem másik... szeret, valaki nagyon szeret különcködni. Egy valaki mondta, hogy ő nem ül be a többi mellé. Van, valaki nem lesz az arra. Valakinek nem rendszeres a napi fürdés, vagy miért? Miért? Hogy öten két autóval? Az egyik egy busz. Három személyes. A másik meg egy személyautó, vagy
kicsi is, meg ketten vannak benne, szóval. Három személyes busz. De és a buszban mit visztek a háromszben? Tudod, ez az első soros, ennyi. 40 albán. De erről nem szívesen beszélni. Majdnem, igen. Azt mondjuk a vidékire, akkor nem. De valójában szíriaiak. De milyen busszal mentek, hogy az három személyes? Hogy? Milyen busszal mentek? Mercedes Sprinter. Ja, hogy egy Sprinter, egy kis. Aha, értem, hogy hátulja rakodó téren, csak csak elmentem. Igen, csak ezen volt papíta, úgyhogy olcsóbb. Jó, mert biztos igazatok van. Jó van, na hát akkor jó kis. És ilyen pasis nyaralás, vagy csajok is, vagy ez most csak barát? Hát a csajok majd kint lesznek, remélem. Ah, ja, hogy csajozni is mentek egy kicsit. Hogy, aha. Így van. Na jó van. Hallottatok már az irányított fák jelzést? Ne, hallottam. Megőrülök, figyelj, egy órája kicsinál ezzel a rohadt fák jelzést, hogy miért nem vezetik a gáz, meg miért nem adják oda, meg nem tudom, megőrülök tényleg. Milyenek a kérdések, Jani? Egy pici nehezebb, mint tegnap, mert tegnap ugye mondtátok, hogy nagyon debilek, most egy fokkal elviselhetőbb kategóriában. Akkor nem nyertek semmit. Ott vannak a többiek, vagy még ők bent vannak itt a konton? Itt vannak. Másik kocsi megjött? Még nem. Sajnos, de szerintem vonalba lesznek lassan. Vonalba lesznek. Na itt szól az első kérdés. Ki aratta a legtöbb győzelmet a Forma 1-es magyar nagydíjakon? Lewis Hamilton. Így van. Nagyon jó. Aztán pontosan az ötödiket húzta be. Amikor. De izgalmas. Mi legyen a második kérdéssel? Megyünk tovább. Melyik országban található a gyilkos tó? Hát ez nagyon könnyű kérdés ez is. Gyilkos tó? Na. Melyik ez az ország? Románia? Ott már az úgy van. Barát már mondta. Ki ez okos? Azt nem tudjuk. Nagyon jól mondta. Hogy hívják? Mit? Hát a barátod. A gyilkostót. Hát ez már a harmadik kérdés. A barátod, aki bemondta, hogy gyilkostó. Ez József, és akkor nyertem? Nyertél. Hogy hívják? Sapkát. Jó lesz kérdés. Sapkát, de megyünk, van egy harmadik kérdés. Bizony. Mi a téma? Megyünk, sürgetnek. Indul a busz. Szállj már. Hallottam, hogy barátod mondta, megyünk. Imre, le nem maradjál, mert ott hagynak aztán. Nem, bízunk benne, hogy nem. Na. Történelem. Nem könnyű. Vágjunk bele. De nagyon könnyű. Hát, de tudod mit? Nem az. 6 éves gyerekem is tudja. Hány hajóval indult? 1492-ben Kolumbusz Kristóf. Hány hajóval indult? Ennyi, hát 3 perc. Jó név szerint. Árbócok száma. A nevét nem tudom sajnos. Vitorla felület. Nina Pinta Santa Maria. Így van. Az egyik egy karak volt, a másik pedig két karavel. Tök érdekes. Oké, figyelj, Ibre, megvan. Megvan az ajándékcsomag. Köszönöm szépen. Bizony. Nagyon jó nyaralást kívánunk nektek. Érezzétek jól magatokat, jó pihit. Nektek is jó volt múlt héten, gondolom. Úgyhogy... Jaj, Na most mi van? Most fájt, hogy jó nyaralást kívántam, vagy? Bocs, ne harag, úgyhogy elmentem 2 napra bankra! Jó, azok a teljességet. Ciao, hello. Jó mulatás, szevasztok. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Kicsit le lettünk szúrva. Ugye? Is jó volt múlt héten. Akkor mit ugatsz be érted, hogy körülbelül ez volt, nem? Igen, miért kívánok ki jó nyaralást? Szívem minden szeretetével kívántam ezt a jó nyaralást. És mindenféle önös érdeken kívül, mert nem irigykedtem, csak gondoltam, hogy így engedem el őket. De hát az ember nem tud jót tenni. Jó, hát most érted. Láttam rétságot is, ahogy átmentünk rajta. Azt mondja, hogy M3-as Pesselé 93-os körén van egy trafi. Stuk ülte nekünk, köszönjük szépen. Ennyi. Mert nincs több most egyelőre, nyugi van. Mi ez a téma, amit Jani bedobhatna? Mit? De téged ma érdekel. Van olyan, csak itt nem tud. Na! Beszéljünk róla. Például, hogy mit, a lesérült Federer, vagy nem játszik egész évben. Bármi, csak ne egy órája ezt a nyomorúságot gázégetés. A fákja nem, az nem. Nekiszaladok ennek a rácsnak itt az ablakon mindjárt. Rohadt drága a motor. Na, az is érdekel például. Tudod, mit találtam neked? Képzeljétek el, mit? Mondd el, hogy miért. Egy rollert oltanak a munkatárolót. Egyébként igen, az van, de. Csak ha valaki nem tudja, mondjuk el hallgatóknak, hogy Jani többször ott hagyja az 50-es villamos, ahogy ma reggel is egyébként. Így van. És elhatározta, hogy szakít a BKV-val, motorozni kezd. A történet itt tart, jogsit akar csinálni. Így van, meg hát ebben egy picit egy kis midlife crisis is. Így van, elérte a kapuzárás, ahogy Feri is. Így van, én így válok szerint motorossá, hogy venni akarok egy ilyen elektromos robogót. És utána néztem, mert találtam is mindenféleket, úgyhogy ezek nem elektromos kerékpárok, ez már tényleg robogó, és olyan robogó, ami 300 watt feletti teljesítmény, tehát erre már kell mindenféle ilyen zuhanyiradótól eltérően, tehát hogy erre már igenis kell csináltatni jogosítványt, és utána néztem, azért hát nem könnyű védeni a környezeted,
legalábbis, hogyha az anyagi részét nézzük a dolognak. Két típust néztem meg, az egyik 6 kiló. Atya Isten. A másik meg 1,2 millió. Hát, mi elütnek az első héten, ne áldozárásokat, vegyél valami 50 000-ért valami használtat, azt ha nem ütnek el egy hétig, akkor majd lépsz egy kategóriát följebb. Hát olyan szép az elektromos otthon, és a végén meg flott a kedvezménnyel, eladom. Megkapott tőlem DVD-n a Faterok Motoron című John Travolta film. Megcsináld meg a jogsítse hozzá. Nézd meg, merítsd belőle erőt. Fia, az is fontos, hogy a jogsít 100 000 körülbelül, tehát hogy ne csináld meg ne a jogsít, hanem visszabutított papíron a gépet 300 alá. Érted? És akkor tudsz vele jogosítvány nélkül menni. Fia, kiszámoltam, hogy a mostani bérletárral, ami nyilván nőni fog, az egyik azt mondja, hogy ez egy ilyen 5 év lenne, az olcsóbbik motor. De nem hát, lehet mindenben így gondolkodni, hogy 5 év, 50 000-es villamos, vagy egy év, vagy egy robogó, hát nem lehet mindenben így gondolkodni. Nézd a kényelmi faktort, nézd, hogy egyedül vagy, nézd, hogy időben el tudsz indulni, nem késed le, a saját motorod talán nem fogod hagyni, tehát hogy nem megy el melletted, olyan, időben itt jön, ott van. Szóval nem lehet mindent így nézni. És hogy mehetek majd együtt Búzasanyival is, beúszok onnan. Hát vicces, hát hiszel, hogy csapatod az embertesen. Igen, az elektromos robogóddal. Novemberben kicsi oda szárad fikával az orosz. Ezt nagyon szeretem. Miért, de miért száradna? Mert Dámnak is oda ér. Mert Dámnak is oda fagyott, ahogy mentek Eszpenbe. De nem vagyok hülye, hogy nyitott csizsakban. Szóval hideg, hát ne vegyél drága motort. Tehát vegyél, mondom, egy olyat, amit nem sajnálsz majd, amikor egy Dacia Logannel jobbról nem adják meg neked az esetet. Egy hónapra vegyél egy benzinest. Egy és akkor visszaviszem. És akkor utána azt eladod a feléért. Mondom, hogy miért vegyél, amit én átveszek. Nézd meg, hogy és utána veszel egy. Nézd meg, hogy szereted-e. Nézd meg, hogy jól esik egy forgalma. Lehet, hogy fölülsz, érted, ereszkedsz a lőrinci, nem tudom, milyen cukrászdá, egy, mint a nyárfelevél, leszállsz, iszol két unikumot, annyira megijedsz, bevesz két unikumot. Soha többet. És hazatolod fél éjszegen, mert nagyon nagy az adrenalin. Nyilván az alkohol éjségtől remegve élek oda a cukrászdába, ami otthon mondtam, ugye, hogy a cukrászdába, hogy két unikum. Azonnal beversz egy konyak, konyhát, aztán kimegyeket és arcoskodok. És te megpróbálod egy kerékre. Nem megpróbálod egy kerékre. Mi a nyelvet érzel, egy bábulsz? Palasz! Nem, megpróbálod egy kerékre venni az 50. Igen. És két unikumtól azonnal hanyat vágod. Szóval én nem kezdenék azonnal egy drága motorral, tényleg. Nézd meg, hogy jó-e. Nehezek, igen, hát ugye az aksik miatt egy ilyen 20-30 kilós eltérés van, mondjuk egy ilyen, egy kisebb. Azt mondja, hogy várjál, nem tudom most a márkát mondani, de meg nem is forgalmazok magyar szóval, hogy azért kapok. Legyek körültekintő, egyrészt várd meg a november, szóval, hogy érted. Ja, tényleg, a másik az igaz. Tehát, hogy ki érted. Tudja, mi lesz, lesz-e miből tankolni? Lesz-e miből tankolni, nem kell neked azért mindig korán kelni, ez még azért nincs biztos jutva, úgyhogy én lehet, hogy most már 30 éve BKV-zol ezt a 3 hónapot, most már kibírnám az 50-esen. Picit bekeljük ki akkor az 50-esen. Ha most veszel egy robogót, aztán kiderül, hogy nem kell önöd reggel, hát akkor érted? Fölösleges. Mondjuk olyan, szerintem, hogy 8 éves korom óta járok az villamossal, tehát, hogy mászta kicsit kibírom. Hát akkor vegyél addig egy ilyen kis babettát, vagy valamit, tényleg, mint be kell tekerni, van elő egy kosár, amiről beszéltünk, és akkor jársz azzal, beleütett egy macska, mész ott, ilyen vízilabdás is. Egyébként tényleg, elől macska. Hát igen, bevásárlok hosszától, nem, hát meg egy ötjében, egy bólogató kutya. Nájlon zacskó tele üres PET palackkal. Igen. Az itt az elektromos motorod, ami szerintes. Én biztatlak, hogy csináld meg, tehát hogy szerintem jó. Annyira beleéltem magam, hogy olyan jó lenne ez, tényleg, és mit, 45-tel menek, tehát hogy nem is kellene. Annyira vicces ez így kívülről két ilyen kapuzárásos pasival itt ülni, annyira vicces. Figyelj, az egyik fogyófúrázik, félmaraton, ez igazi, hál' Isten, visszaszokott a cigire, jó van. A másik motorozni akar, mert Faterok motoron akar játszani. Ez a jövő, gyerekek, ez jó látni. Figyelj, mutatjuk az utat. Ez jó látni, jó, de ez vár rám. Jó, de ez nem olyan nagy durva álom, érted? Nem ahogy hívják a háttal, hogy hívják, hogy kosarlabdát patogtatva fölmegyek a Machu Picchura, meg ilyen paromságok. Azt meghagyjuk neki. Én csak be akarok jönni az ülői. Én majd egy 9-11-es veszek kettő nélkül, és akkor megveszünk. Jó, figyelj, hát miért legyél? Kellenek az új kívások. Meg hát akkor próbálok meg tényleg valamilyen szinte környezetudatos lenni, csak nehéz úgy környezetudatosnak lenni, hogy közben meg inget gatyád rá. Mert ugye más a nyugat-európai országok, egy ahol picit nagyon ügyesen környezet, picit, ahogy ott van pénzük erre, mert ő nem azért veszi meg 10 millióért az elektromos autót, hogy a benzint megsporolja, hanem azért, mert ő környezetudatos akar lenni. Nálunk meg azért veszik az elektromosat, mert azt mondja, hogy azzal olcsóbban tudok járni. Igen. Igen, de a bekerülési költség sok. Meg kell fizetni, zöld vagy, fizessél. Ennyi. Vega vagy, fizessél. Ennyi, tesó. Ezt most elmondta.
Érted? És addig olcsó is marad, amíg ennyi fosszilis tüzelőanyagunk van, hogy égetik a gázt, és például nem tudom. Végre visszatértünk az égéshez. Én az nekem nincs baj, de elég eszel elég rosszul, tehát a fosszilis is. Te fosszilis vagy. Na jó, elmegyünk, ha megmutatjuk mindjárt a nap legjobb pillanatait. Jó, aztán igen, jövünk vissza. Csak egy pici szünet, és itt vagyunk már is. Ez itt a Morning Show. Klassz FM-en. 3:10 lesz, pontosan 5 perc múlva mutatjuk, hogy miről is volt szó ma reggel. Hát letaszították Kazincz Barcikát a trónról, mert hogy újra elvégezték azt a felmérést, amit tavaly. És úgy néz ki, hogy a Máté Szalkaiak nézték a legtöbb internetes erotikus tartalmat az országban. Hát így múlik el a világ dicsősége. Itt van, kiderült, hogy hát a nyár kellős közepén, július második felében a legkiéhezettebbek a szexre a magyarok, állítólag ilyenkor kattintanak a legtöbb erotikus oldalra, tartalomra, és hát Kazincz Barcika elsőbsége oda lett, Máté Szalka. Hát nem is fejhosszni van, lábhosszni van, belőzte. Nagyon-nagyon lemaradt Kazincz nagyon Barcika. Durva. Elmegy két hétre pihenni a Szitka Peti, aztán mi történik, érted? Fejlenség a városban. Igen. Ahelyett, hogy tennék a dolgukat. Úgyhogy felhívtuk Szitka Pétert, Kazincz Barcika polgármesterét, hogy kicsit mesélj nekünk, mi történt, valamint akkor, ha már itt volt, rákérdeztünk a Bud Spencer szoborra is, hogy áll a dolog. Ugye kitaláltuk, hogy lehetne Kazincz Barcikán, van a szobornak, aki nagyon helyes fiatal lány készítője. Tasnádi Szandi. Szandi, aki nagyon ügyes kezű kis csaj, és ő csinálja ugye magát a szobrot, összekötöttük Kazincz Barcikával, és lehet, hogy lesz Bud Spencer szobor Kazincz Barcikán, megkérdeztük Pétert, hogy hogyan áll a dolog. Tökéletes, és kiderült, hogy nem egyszer jött elő, de ettől függetlenül vannak előlépések az ügyben, hát már a családdal is felvették a kapcsolatot. Egy ajánlott értével vényes formája. Így van. És beszélgettünk arról, hogy milyen az, amikor az ember gyereke először megy iskolába, ugye, mert szóba jut. Nem sem, hogy Benni ugye szeptemberben hát mindjárt elindul az iskolába, te már ugye az egyik gyereket túl vagy rajta, neked lassan. Te egyetemre megy. Úgyhogy. Ha bírja fizetni, ugye? Hát most érted, megdolgozik éppen. Ha megkeresi magának, megy egyetemre. Így van. Úgyhogy erről beszéltünk, hogy milyen az, amikor az ember első gyermeke iskola élet lesz és elindul iskolába. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 10 perc van pontosan, 10 óra. Csabi, hello! Jó reggelt, várjál! Jó reggelt, szevasztok! Szia! Valaki kapcsolgatja a villanyt. Régen ilyen volt, amikor a házi bulinak vége volt, igen. És a házigazda haza szerette volna zavarni a jó népet, elkezdte kapcsolgatni a villanyt, elkezdett pakolni, hát ezt csinálja most az Anna ambas. Bejött és átfutott a fején egy ilyen kósza gondolat. Én is egyedül, ők is öten. Csak valami, lekapcsolom a lámpát. Szabad a csók bárhova. Mi újság, Csabim? Jól vagy? Minden oké? Minden. A legnagyobb rendben van, kérlek Sport szépen. Volt? Volt. Még bár... márciusban? Igen. Azért ugye most tegnap beharangoztam, hogy én most akkor nagyon belekezdek, na. És el is határoztam, hogy akkor most futni fogok. De persze pont leszakadt az ég, nekem még nincs olyan futócipő, amivel vízbe lehet futni. Isten, van olyan egyébként, van, ugye? Csak igen, nekem van. Még nincs. Úgyhogy a kertben sportoltam, a kedvenc, Balázs kedvenc helyén, a Szaletliben, kérlek Jézus, szépen. Megcsináltam a négy ütemű fekvőtámaszt, megcsináltam. Legalábbis megpróbálkoztam vele, 3 ütemig mentem. Jöjjön már valaki ebben a műsorban, aki fiatal, tényleg? Tehát, hogy a Szaletlibe magas érdemel, motorozni akar, mert kapuzárási pánike van, félmaratot csinál, aztán visszaszokik a dohányzásra, mert rájött, hogy ez a kapuzárás nem annyira szórakoztató. Ugye nem jó. Hát, bocsánat, nem valaki legyen már az én generációmból. Tényleg? Nem akarok. A 40-esek közül? Hát, a Szaletlibe magas érdemel, mert hát, most 3 csepp eső leesett, érted? Hát Jézus Isten, ez van a B oldalon, jó, gyerekek. Hát, a Szaletlibe 4 ütemű. Igen, szereti a Szaletlibe. Legyél tudod, milyen büszke vagyok rá? Gyakorolt szárazon a pillangót. Jó. Mire vagy büszke? Hát a Szaletlire. Ja, hogy kimentél? Aha. Figyelj, a mozgás az jó. Csak hát mondom már, hogy jó a Szaletli, nem romlik meg a befőt. Mindig várom, hogy behozol valami friss ilyen. De elmennék squasholni, akkor menő lennék? Vagy? Persze, tudom két napig. Gördeszkával mennék squasholni, érted? Az egyik térdel, és utána pedig csak sántikálva tudsz járni, majd másfél évig. De ez, hogy a Szaletlibe hajlongtál, mint a tévétornában, hát ez rettetesen papperosztori ez is. Ő legalább csinál valamit. Az is igaz. Na, nem hát. Úgy, mint te. Én sportolok azért. Mikor voltál? Tegnap akartam, csak elmosott az eső engem. Okay. Na, azért játszom. Na, de ő legalább a Szaletlibe kimegy. Szóval sorolok, én azért tolom. Hát, én ezeket a monoton dolgokat nem jelent a futás. Heti 2, tenisz.
Isten, nem érzem, hogy jól nézel. Nézzek, hogy jövök, tesó, nézzek, hogy jövök. Ezzel ötből a te elmarad. Tényleg, tényleg sportolok. De nem lehetne, hogy valahogy fiatalítunk egy kicsit, vagy valamit, nem tudom. Benne vagyok. Mi lesz a következő? Kiraktuk majd a Samantha Fox posztereket? Meg és három, vagy. Három, és amikor behozom neked a tréket, akkor meg nem tudom, akkor meg nézd, de azt mondod, hogy miért nem hozok már valami ismertet. Na, hát ennyi. Mit hozol most? Vagy várj, előbb hívjuk a naphallgatót, és akkor utána mondhatod. Mondjuk DJ Otis szettje is egy 2016-os. Az jó, hát, hogy ezért az is igaz, hogy a DJ Otis vissza-vissza nyúlogat a 90-es években. Hello, picit halkítsd el, Léci, a rádiót. Hello, kikapcsoltam. Kikapcsoltad, hello, nem írtad alá, hogy hívnál? Jani vagyok. Jani, hát Jani. Szia. Jani, hello, honnan hívtál minket, vagy hol kaptunk el téged? Hát most munkahelyemen vagyok. Az merre van? Szabolcs megye. Szabolcs megye, jó, nem akarom. Szűkíteni nem akarom a kört, mert lehet, hogy az irodán is hallgatják. Igen, nyilván a hangodat nem ismerik meg, tehát el nem az életünk, mert a hangodat nem fogják ismerni. De lehet, hogy ez már ez elváltoztatott. Igen, zsebkendő van a kagylón. Azt írta nekünk, rájöttem, Jani miért akar motorozni. Megunta, hogy a BKV-n a nyuggerek mindig piszkálják, hogy kisfiú, add már át a helyed a néninek. Te elettél a naphallgatója ezzel. Megválasztottalak én, mert Jani nem tudott róla, csak gondoltam kicsit, vajon nem tudott róla, én választottam. Janikám, van egy ajándékcsomagod? Ó, köszönöm szépen. Hát mi köszönjük, hogy minket hallgat. Mit melózol, azt elárulhatod? Hát, karbantartás jellegű. Karbantartás. Mm-hmm. Jól van. Éjjem. Oké, küldjük neked az ajándékcsomagot, jó? Köszi. Köszi, ciao. Hello. Na most mond, Csabi, milyen zenét lesznek. Tudom, hogy a DJ Oti elutazott. DJ Oti Ibizán van, gyerekek. Engem hagyjatok ki. De képzeljétek el, hogy találtam egy ilyen titkos ajtót, amin beléptem, és akkor... Amin becsúszik a jó zené. Egy régi húsmeroton album. És megtaláltam a kazettáit, mert ugye Avicii-ről mondtátok, hogy ő pendrive-val jár, DJ Otinak a kazettái közül kiloptam egyet. Na. És megtaláltam rajta a Will Smith-t. Azt a mindenségét. Itt a Miami? Nem, a Men in Black-et. Ó. Oh. Aha. Hát. Na. Na most ehhez mit szóltak, tessék? Hát, hát az milyen jó rossz, film volt. Meghallgatjuk, egy jó film volt, én nem láttam, de hát egy jó. Tényleg nem láttam. De ezért mondod, mindenkinek vannak az életében olyan filmek, amiből részeket látsz, de soha nem láttad egyben, nekem ilyen a Men in Black. Szólom. De szerintem, ha rám hallgatsz, akkor ne is kezd bele. Hát most már. Miért? A Men in Black. Igen, a legnagyobb. Az jó volt? Az egy jó film. Én az elsőt, hogy félig megnéztem, és rájöttem, hogy ez nem nekem szól. Jó, hát hiába az értelem elkerül. Olyan embereknek szól, akiknek van fantáziája. Igen. Ezzel mondom, a Balázsnak is. Na. Ne nézzem meg. Igen. Megy az adokkapok. Jó, szóval de jó. De ennél jó, tehát Will Smith azért az ott van, nem? Hófehér jogát kérték tegnap? Igen. Nem hallottad? Mit gondolsz, véletlenül került adásba? Hát fölfedeztünk milyen új zenét, és egy csomó régit. Úgyhogy ezeket szívesen hallgatjuk. Hát így lesz színes, érted? Igen. Csak újakat hoznék, akkor mit szólnál, érted? Azt mondanád, hogy egy fütyülhető sláger vagy dallamot nem találtál. Tegnap a Lőrinc Erténél hallgattam a régi nyárt, és elkezdtem nyomkodni a kazettás magnót, hát a beleszólok. Hol van az a régi nyár? Csabikám, jó munkát neked, 555-55-00 a telefonszám. Ha szeretnétek dalt kérni Csabitól, tegyétek meg. Jó, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli